Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a podcast a 101-es szobából következő adás, talán 45-46. Adása, de már kiszámolja. És ismét egy vendéges adással érkeztünk, de még mielőtt bemutatom a vendégünket, kik vagyunk itt az asztal körül. Itt van Zsuzsa velünk. Szia, sziasztok! Zsuzsa. Itt van a Digi, aki az előző adásban nem volt, és ezt elfelejtettem mondani, nem kéne egy az asztalt ütögetnem. Szóval elfelejtettem mondani, hogy Digi azért nem volt, mert éppen GDP-t lapátoltál? Igen, éppen növeltem a magyar GDP-t. Sziasztok! Zoli, sziasztok. És engem Áronnak hívnak, és a vendégünk Perger András, a Greenpeace klíma és energiaügyi szakértője, kampányvezetője. Kampányfelelős. Kampányfelelős. Majdnem sikerült elmondanom jól a beköszönőt. És az Átlátszó stúdiójában vagyunk ezúttal. És a Zsuzsa. De a Zsuzsával kezdtük. Velem kezdtek. Igen. Te már így elfejtetted a... Hát én már annyira... Na és azért az Andrást hívtuk el vendégnek, mert én erőltettem a csapatra, megmondom őszintén, hogy az elmúlt fél évben egyszerűen, vagy egy évben szerintem egyszerűen kihullott a világunk sorsa így a fókuszból, és nekem ez onnan jutott eszembe, hogy valamikor áprilisban vagy májusban jött ki az IPCC 6. jelentésének egy ilyen összefoglaló anyaga, és az úgy elhullott így a semmibe a magyar médiába, mint hogyha nem is történt volna semmi, mert az ukrán háború fontosabb, meg az éppen aktuális kormány hülyesége fontosabb, meg szóval minden fontosabb, de az, hogy mi történik, vagy hogyan reagál a világunk erre a klímaválságra, az nem. Úgyhogy én ezért szerettem volna, hogy erről beszéljünk egy adásban, erről a bizonyos IPCC 6. jelentésének összefoglalójáról. Kezdjük azt, hogy mi az az ICCP, illetve hát ha más se tudja. Mert ezt hallgatjuk tőled hónapok óta, meg azt, hogy kongatod a vészharangot, és egyre letargikusa vagy. Tehát, hogy a vészharangon túl vagyunk, ja, de szerintem érdemes erről beszélni. Én igen, készültem 2 mondatban, és aztán majd szerintem az András ki fog engem javítani. Onnan indulunk, hogy 92-ben volt egy kiotói egyezmény, a kiotói egyezményben fektették le először, hogy milyen klímavédelmi intézkedéseket kéne igazából minden országnak megtennie, annak érdekében, hogy mondjuk másfél fokon belül tartsuk a bolygónk felmelegedését. És hát ez nem túl sok eredmény sikerült ebből a kiotói egyezményből, vagy jegyzőkönyvből megvalósítani, és 2015-ben viszont a párizsi klímaegyezményben ott már nagyobb vállalásokat tettek az országok, és azt elég sokan el is kezdték el végrehajtani, és 196 ország ratifikálta is a párizsi klímaegyezményt, és tehát úgy akkor, mintha elindult volna valami. Az IPCC pedig az ENSZ-nek egy ilyen kormányközi tanácsa, átlag 5-6 évente kiadnak egy ilyen nagy összefoglaló tanulmányt, ez most a 6. jött ki, és ennek az összefoglaló anyaga született meg most májusban. Tehát kb. Itt tartunk, és én rendkívül pessimista vagyok, de abban még nem szeretnék belemenni, hogy miért vagyok rendkívül pessimista, viszont azért hívtunk-e szakértőt, hogy ne csak az én hülyeségeimről beszélgessünk, hanem legyen közöttünk olyan, aki tényleg érte ez az egész témakörhöz. Az első kérdésem, hogy mekkora a baj? Vegyünk még tartós tejet? Én ezt úgy lehetem, köszönöm a meghívást egyébként, és örülök, hogy erről beszélhetünk. Előre mondom, hogy a jelentésnek az összeállításban én nem vettem részt, nem is vagyok klímakutató. És nyilván, amit én ebből el fogok mondani, az a Greenpeace-nek is az én személyes interpretációm, ez fontos. Aki kíváncsi a számokra, érvekre, egyebekre, az olvassa. Hosszú olvasmány, de izgalmas egyébként, az garantálom. Annyit még hozzá, hogy ez a klímakutató testület nem kutatásokkal foglalkozik, hanem az előző évtizedek, az addig összegyűjt tudást gyűjti össze, mint a klímaválsággal kapcsolatban tudnunk, érdemes tudnunk, és ezzel kapcsolatban leírja, hogy ő mit lát, hogy mi történt eddig, és mire számíthatunk, és hogy szerintem az a gond, hogy nem tehet politikai, vagy ilyen policy szintű javaslatokat. Összefoglaló készít a döntéshozók számára, de ő nem javasolja azt, hogy ne vegyünk már tartós tejet, sem azt, hogy építsünk 48 atomerőművet, minden, az semmilyet nem mond, hanem forgatókönyveket elemez, és meg azokkal kapcsolatban levon következtetéseket, de korábbi kutatások alapján. Önálló kutatást nem végez, hanem az összegyűlt tudást elemzi, és értelemszerűen 5-6 évenként ez frissül, hiszen egyre több tudás és kutatás áll rendelkezésünkre. Itt tegyünk egy zárójelet, hogy ugye az előző, az 5. után lett az, hogy ez a csapat kapott Nobel-díjat, és ugye ennek a csapatnak a része, vagy egyik vezetője az Ürge Borsász-Ziana, tehát a magyar lába is van ennek az egész tornának. Igen, a Magyarországról a
tudom, az a Diana, ugye Borsodi Diana az egyetlen, aki benne van ebben a testületben, a panelben. Ami egy nagyon jó, mert van valaki, aki belülről látja, mi hogyan készület, ugye mondani lehet követni a Facebookon, és magyar nyelven jutunk hozzá az információkhoz, ami egy több száz fős nemzetközi testületnek a munkájára, egyébként az ritka az ilyesmi, hogy gyakorlatilag első kézből láthatunk dolgokat, és ez fontos, meg kell becsülni, és fontos dolgokat szokott elmondani a Diana egyébként, a mindennapi életre vonatkozóan, és meg úgy általában a klímatudománnyal kapcsolatban. Na de a kérdés ugye az volt, hogy mekkora baj. Hát most ne finomkodjunk, hát ezt tudjuk, hogy nagy a baj. És ez is igaz, hogy kikerült a érdeklődés középpontjából ez a dolog 2019-20 óta, tehát a Covid kezelésre 20 óta. Ez a Covid miatt, igen. Az, hogy a klímaválság van, és zajlik, az jó néhány éte, fél észre, de minimum tudjuk, de inkább még több ide tudjuk. Ahogy mondtad, a Rio-i megállapodás 92-ben, amikor létrejött a klímaváltozási keretegyezmény, ott tulajdonképpen már az is, hogy az országok kimondták, aláírták, hát igen, van a klímaválság, klímaváltozás, ezzel foglalkozni kell. Ennek voltak aztán folyamányai, mint a Kyoto-i jegyzőkönyv, és a többi. És itt eltelt most már több mint 30 év, és valami kevés történt. Ezt látjuk. Értelemszerűen következik abból, hogy akkor nagy lehet a baj, és amikor ezt kinézünk az ablakon, főleg nyaranként, de akár telenként is kinézhetünk, és akkor meg is állapíthatjuk, hogy tényleg, mintha máshogy viselkedne az időjárás, mint régen, tényleg, mintha egyre többször lenne forróság, egyre többször lenne szárazság, de ezek egyre súlyosabbak volnának. Már nem csak ilyen egzotikus, több tízezer kilométerre eső országokat és településeket csodol el egy vihar, vagy pusztít ki ott mindent a szárazság, az asszály, stb. Hanem ez most már Magyarországon is jellemző, vagy éppen Európában, más sem hallunk évele jóta, hogy Nyugat-Európában alig esik csapadék. Hogy a Franciaországban azon vitatkoznak, hogy kinek jusson víz a mezőgazdaságnak, vagy az iparnak, vagy a lakosságnak, vagy egyes helyeken, nem volt elég csapadék a télen. Gyakran az is előfordul, hogy Németországban melegebb van, mint Magyarországon nyáron, de tavaly nyáron ez nem volt jellemző, mindenhol borzasztó forróság volt. Idén viszont ezek az özönvízszerű esődések és villámárvizek csaptak le ránk, és most már ugye azt se lehet tagadni, hiszen most már sajnos az bekövetkezett, hogy látható módon, hogy Magyarországon is az extrém időjárási események emberélteket követeltek. Inkább csak arról lehetett beszélni, hogy a hőhullámok idén a kutatások szerint Magyarországon ilyen 10-15%-kal megnövekszik a halálozás. Még emlékszem, hogy a 2003-as nagy európai hőhullám, én legalábbis emlékszem, nagy európai hőhullámra, akkor Nyugat-Európában nagyon sokan meghaltak. Magyarországon kapcsolatban kutatást nem láttam, nem is kerestem, de most már néhány évvel, amit a másfél fok című nevű csapat végzi a munkáját, ez is az én látókörömbe került, egy ilyen elemzés is, ami szerint ugye a Magyarországon is kimutatóan növekszik a hálózás. Most pedig már azt látjuk, hogy a híradóba is bekerül, hiszen embereket csodort el egy hirtelen, egy kis településre lecsapó súlyos árvíz. Az, hogy mekkora baj, én azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen 2018 körül esett le mindenkinek. Ez azért fontos ez a dátum, mert az IPCC akkor hozta nyilvánosságra azt a jelentését, amit 2015-ös párizsi egyezmény után kérték fel az IPCC-t, az ENSZ részéről, hogy akkor vizsgáljuk meg azt, hogy na de micsodát. Ez egy különleges jelentés volt, mitől volt ez különleges. Ugye Párizsban azt mondták ki az államok, hogy egy közös elismert felelősséget nyilatkoztak, hogy igen, van klímaválság, igen, ezt a mindenkinek a közös felelőssége ezt megoldani, ezzel cselekedni kell. Onnantól ezeket érezhetően egyre fajsúlyosabbak lettek a politikai nyilatkozatok is, ez fontos. És megkérték az IPCC-t, hogy nézze meg azt, hogy a másfél fokot, ha elérjük, a másfél fokos felmelegedést, az mit jelent számunkra? Miért fontos ez a másfél fok? Egészen azért, mert nagyjából a 2010-es évek elejéig az volt a konszenzus, hogy hát, ha két fokkal fölmelegedik a Föld, az valószínűleg nem jó, de nem akkora nagy baj. 2015 körül már azt lehetett látni, hát valószínűleg a két fok az sok lesz, és már a párizsi megállapodásban is úgy került bele, hogy tartsuk a két fokot, de lehetőleg a másfél fokot. Nem egyeztetnek meg az országok a másfél fokban, de onnantól kezdve van egyfajta szakmai politikai konszenzus, hogy a másfél fokot kellene tartani. De meg is bíztak az IPCC-t, akkor nézzétek már meg, hogy az mivel jár a másfél fok, és ehhez képest mivel járnak két fok. És ekkor robbant be 2018 őszén ez a különleges jelentés, ami egyrészt el is jól leírta, hogy például két foknál biztos az összes korall meg fog pusztulni a világ óceánjaiban, annak az összes tovább gyűröző hatásával a tengeri világra. Mert ez nem csak azt jelenti, hogy akkor mostantól nem mehetünk bulvárkodni a Vörös-tenger, hát eddig sem voltam na és, hanem ugye ennek az elég fontos jelentősége van. Ugye, ha más nem van, veszünk alapul, ezek a korall zátonyok egy igen fontos élőhelyet biztosítanak, nem csak a koralloknak, hanem rengeteg további élőlénynek. Tehát akkor az élőhelyük is akkor ezzel elveszne.
De igazán azzal kerül be a médiában, és szerintem akkor esetlen nagyon sokaknak a médiában is, hogy mekkora baj, amikor elkezdtek kicsit téves szalagcímek megjelenni, azok nagyon ijesztőek voltak. Azok azt mondták, hát a 2030-ig nem álltjuk a klímaváltozást, akkor eszeltek nekünk. Gyakorlatilag ez volt a lényege. És ez annyiban áll távolabb a valóságtól, hogy az IPCC tulajdonképpen csak annyit mondott, hogy 2030-ig nagyon meg kéne felezni a kibocsátásunkat, mert akkor nem lesz, akkor lesz nagy baj, ha nem felezzük a kibocsátásainkat, mert legkésőbb 2050-ig mindenképpen nullára kellene csökkenteni a kibocsátásainkat, ha el akarjuk kerülni a klímaválság igazán katasztrofális hatásait. És miből csökkent? Milyen kibocsátást kell csökkenteni? Mert ez így ilyen... Igen, meg engem most jelenti, hogy mik az igazán katasztrofális hatások. Így van. Igen. De mit történik, ha nem csökkentünk? Hát, hogy mi mitől kerettegnünk? Igen. És aztán... Nekem ezt tetszik, csak előtte én két kiegészítést hadd tegyek hozzá. A másfél fok az átlagos hőmérséklet növekedés jelent a bolygó egészét. Az nem azt jelenti, hogy ideig 10 fok volt, és akkor... holnap igazából 11,5 fok van kint, és azt én egyébként végig elbírom novemberben, nekem több mint 10 vagy 10 vagy 11,5, csak ezért, mert nagyon sokan ezt félreértik, hogy mit jelent a másfél fok. És a másik, ami kiegészítésképpen szeretnék hozzátenni, hogy amennyire én utána olvastam, itt mindig tehát mindig valószínűségekről beszél a tudomány is, meg az IPCC jelentés is, tehát ez nem azt jelenti, hogy ha másfél fokkal növekszik, akkor tutira 1000%-ig be fog következni valami esemény, hanem azt jelenti, hogy a legjobb tudásunk szerint most nem halnának ki a korallzátonyok másfél fok fölött, pedig mondjuk 90 vagy 90%-ban nem fogják túlélni a korallzátonyok. Tehát hogy mindig így kell ezeket értelmezni. Nekem az a mondat ragadta meg a figyelmet abban azt hiszem valamelyik összefoglalóban, hogyha 2050-ig nem érjük el nullát, tehát ugye mi fog bekövetkezni. Volt egy olyan mondat benne, hogy az emberiségnek körülbelül a fele 3-3,5 milliárd ember él olyan területen, ami nagyon ki lesz téve utána ezeknek a szélsőséges időjárási körülményeknek, ami valószínűleg a halálukat fogja okozni. Vagy az elvándorlásukat. Hát, vagy az elvándorlásukat, és igen. És jön a klímamigráció. Igen, de hogy szerintem, majd javíts ki, hogy ez mennyire durva ez a mondás, vagy mennyire igaz, de hogy nekem ez ragadta meg a figyelmet, hogyha az a kérdés, hogy mi fog történni, 3-3,5 millió embernek az élete kerül közvetlen, milliárd ember élete kerül közvetlen veszélybe. De lehet, hogy ez már rossz alakcím. A legfontosabb, igaz, ezt nem tisztáztuk, hogy az a másfél fok mit jelent. Mm. A Föld számos pontján van mérés, valamilyen módon. Ebből tudjuk, hogy adott pontokban éppen mekkora hőmérséket, sok-sok iratot összegyűjtünk, és akkor abból egy éves átlag hőmérséket gyakorlatilag a Föld bolygó egészére mondani. Másfél fok nem tűnik soknak. Szerencsére az én kolléganőm, a Rodics Katalinnak egyébként természetvédelemmel foglalkozik elsősorban, ezt megvilágította nekem, hogy lehet ezt jól bemutatni. Ha azt veszik, hogy a 36 fokos hatássugárzásnak lettünk, és egy fokkal fölmelegszik, hát akkor már a hőemelkedés határán vagyunk. Van, aki akkor még kellemesen érzi magát, de van, aki már akkor már kicsit kellemetlenül. Másfél foknál már egyetem hőemelkedésünk van. 37,5 foknál már azért van, amikor a gyerek már fekszik, van, amikor a felnőtt is már fekszik, mert egyik is nagyon rosszul érzi magát. És ha a 2 fokról beszélünk, az már 38, az már egyértelmű láz. Na most a földgolyónak is valószínűleg így kell felfogni. Nem tűnik soknak, de valójában az, hogy ez mit eredményez, hogy ez az egyik évben viszonylag kellemes nyarunk van, egyébként ide viszonylag kellemes nyarunk volt hőmérséklet tekintetében, de a másik évben, mint a tavaly volt, az egész évben, egész nyáron 36-38 fokos hőmérsékletek voltak, és nem volt csapadék, még csak egy ilyen özönvízszerű, kisebb villámárvizet okozó csapadék sem nagyon volt. Sőt, és tavaly télen is asszály volt, bocsánat. És télen is asszály szokott lenni, rendszeres a szokott asszály lenni. A Covid-os években, amikor sokat voltam otthon, és rengeteget sétáltam ott a környékbeli falva, a Pest környéki településnél, és csak arra lettem figyelmes, hogy porzik a talaj mindenhol. Mert télen nem tűnik fel, hogy nincsen csapadék. Egyébként idén télen fel kellett, hogy tűnjön, mert az Alpokban és a Kárpátokban is alig volt hó. És aztán tavasszal sért meg a csapadék, kivéve egyébként utána, amikor májusban jött egy hatalmas, ugye Észak-Olaszországban ott is emberéteket követelő árvíz volt, és akkor esett rengeteg csapadék, rengeteg hó az Alpokban, miközben ugye korábban kellett volna neki, a szokások mentén gondolkozunk, hogy ez hogyan szokott történni. Tehát nem tűnik soknak a másfél fok, de az, hogy a Föld gólyóját fölmelegítsünk egyébként másfél-két fokkal, ahhoz kell rengeteg energiát kell beletáplálni a Földbe, és ott bezárni, mert ez az energia folyton a napból, de eddig kevésbé záradott be üvegházhatás, az mindig is volt, azt a Föld légkörében levő gázok okozzák, most ezeknek a gázoknak a mennyiségét kezdtük el növelni gyakorlatilag az ipari forradalom kezdete óta. Az IPCC nem a
gőzgép feltalálásához viszonyítja, hanem az 1850-1900-as évek átlagához viszonyítja ezt a felmelegedést. Most tartunk 1,1 foknál. És amikor arról beszél az IPCC is, már azt mondja, hogy amit én mondtam, az igazán katasztrofális hatásokat kell elkerülni, és akkor beleértve az összeset, az asszályt, a hőhullámokat, a csapadék brutális ingadozását, évi szinten, vagy éven belüli szinten is, mind térben, mind időben. Mert lehet, hogy az egyik faluban a sivatagban, de a másik faluban a következő héten leesik egy olyan árvíz, olyan mennyiségű csapadék, hogy azt nem tudnak vele mit csinálni, és elmos az egész falut. Ezek simán megtörténnek, és egyre többször és egyre intenzívebben fognak megtörténni. Területek földterületi lesznek válnak lakhatatlanná, azért, mert meleg lesz, nem lesz tengervíz szinten emelkedése. Akkor arra utaltál, ugye, hogy az ökológiai katasztrófák, az élelmiszerek, amiket megtermelünk, azok meg kell tűnni részben. Megszűnik az élelmiszer termelés lehetősége sok helyen, vagy általában az élet lehetősége, az ember élet lehetősége szűnhet meg sok helyen, például azért, mert elolvadnak a gleccserek, amelyek egy viszonylag nagyon sok területen viszonylag stabil vízmennyiséget biztosítottak a folyókon keresztül, hát, hogyha nincsen a hegyekben jég, és nem esik a csapadék sem, akkor ott nyáron szárazság lesz, és így fenyegetnek az, hogy például ugye Budapesten is a Duna úgy fog kinézni, mint hogy a Pó folyó szokott kinézni a forró nyarakon, de erre simán van esély, miközben a következő nyáron meg lehet, hogy borzasztó sok csapadék lesz, és nem fogja tudni elvezetni. Szóval nagyon sok minden kérdés van ezzel kapcsolatban. A jégsapkák óvadása. Most már arról beszélünk, hogy a 2050-ig nagyon valószínűleg elő fog fordulni az, hogy szeptemberben nem lesz jég az északi sarkon. A grönlandi jég elolvad, az egyik legnagyobb kockázat, amiről látszik, és egyre inkább elkerülhetetlennek látszik, az viszont biztos, hogy méterekkel fogja megemelni a tengervízszintet, hogyha az elolvad. Nem is az antarktiszi jég, amit eszünkbe jutott, ott is nagyon sok jég van, még több jég van, de ami igazán veszélyben van ilyen pillanatban, az a grönlandi jég. Ugye az északi sarki jég az azért nem probléma ebből a szempontból, az a vízben úszik, de a grönlandi jég a szárazföldön van, meg az antarktiszi is, meg a gleccserek jége is az emeli a vízszintet, de az nem olyan mennyiség. Az inkább abból a szempontból probléma, hogy nem lesz víz az indiai kontinensen, itt Ázsiában, Indiában, illetve Európában is ez a veszély fenyeget, hogy a de az autóban nem lesz. Én ezt, hogy mit érdekel engem Budapesten, hogy most olvad a víz, vagy emelkedik a vízszint tőlem mondjuk 10.000 kilométerre. Ez nem szimpla jelenségek, tehát hogy ott baj van, az előbb-utóbb valamilyen fognak engem is érinteni fog. Egyrészt azért, mert hogyha egy bizonyos területek nem lesznek életre alkalmasak, akkor az emberek el fognak költözni. Erre fel kell készülni. Hogyha nem tudunk adaptálódni hozzá, szokni, alkalmazkodni a technológiával, szokásokkal, egyebekkel, akkor előbb-utóbb bizonyos területek alkalmatlanná válnak az életre. És amiket nagyon fontos, hogy most arról beszélünk, hogy egyes területeken mondjuk olyan szárazság lesz, hogy nem lesz víz, nem lehet termelni az élelmiszert. Ez egy dolog. De a másik dolog, hogy a Föld egésze az egy olyan éghajlati, klimatikus viszonyok között volt az elmúlt évszázezredekben, ami végül biztosította azt a lehetőséget, mi emberek itt éljünk, létezzünk, élelmiszert termeljünk, stb. Méghozzá egyre több embernek, ugye most már 8 milliárd ember számára biztosítja a Föld ezt a lehetőséget. Nagyon az a félő, hogy ez a viszonylag stabil, ez is változgatott az elmúlt évszázezredek alatt, hogy viszont ki fog térni abból a sávból, abból a plusz-minusz néhány tized foknyi sávból, amiben ez működött, amiben létezett azok a feltételek közül, amiben eddig az emberiség létezett. És egy olyan tartományba fog kicsúszni, amit nem ismerünk. És abban nem tudjuk, hogy abban fogunk-e tudni egyáltalán élelmiszert termelni, hogy igen, akkor hol. Olyan mértékű és olyan sebességű változások történnek, olyan problémák lehetnek, mint például bizonyos tengeri áramlásoknak a leállása, meggyengülése, ami aztán hatással van a csapadékjárásra, hőmérséklet egyebekre, mellette az óceán szintjének az emelkedése, hogy nagyon valószínűleg tűnik, hogy legalábbis az a terület, ami alkalmas, és jelenlegi tudásunk szerint alkalmas lehet még akár 2-3 fokos felmelegedés mellett is az ember életre, az nagyon sokkal csekélyebb lesz területben, sokkal kisebb területen kellene majd összeszűkülni ennyi embernek, és ott élelmiszert termelni. Miközben az utóbbi, hogy fogunk-e tudni, és igen, akkor milyen élelmiszert termel ezeken a területeken, még egyáltalán nem biztos. Vagy nem. Tehát, hogy milyen eltartó képessége lesz a Földnek, ezzel kapcsolatban nagyon kevés fogalmunk van. Összességében mégis az a mondás, hogy legjobb lenne nem kísérletezni ezzel a dologgal, mert amiről nem beszéltünk még, az élővilágra gyakorolt hatása a klímaválságnak, általában az emberi tevékenységnek. Azt mondja, hogy a szúnyogok maradnak, vagy mennek?
Jönnek. Jönnek még jönnek. Fajták is. Jönnek. Mindenféle szúnyogok jönnek. Örülök, hogy találkoztunk. Ez egy, egyébként ez egy fontos felvetés, a szúnyogoknak a terjedése az nyilván azzal jár, járványügyi következményekkel jár. Ezt ugye minden nyáron lehet olvasni, hogy láttunk egy tigris szúnyogot, meg egyebeket, be lehet jelenteni. Mert ezek a szúnyogok, amelyek fajták, amelyek délről érkeznek, azok hoznak magukkal olyan vírusokat, egyéb károkozókat, vagy betegséget okozó vírusokat és baktériumokat, amelyek aztán hatással vannak akár ránk, akár az állatainkra, és korábban nem láttunk ilyeneket. Ez feltétlenül fontos következmény. Én kicsit ennél fontosnak tartom például azt, hogy a tengerszintek emelkedését, illetve az, hogy egyes területeken, a trópusi övezetben lehetnek olyan területek, ahol hónapokra olyan a hőmérsékletnek és a páratartalomnak egy olyan kombináció alakul ki, amely mentén az emberi szervezet nem képes működni. Mert túlságosan meleg, viszont ahhoz, hogy le tudja hűteni magát, ahhoz párologtatnia kellene tudni, nem tud izzadni, vagy hiába izzad, nem fog tudni párologni, mert az izzadság nem fog tudni elpárologni a testfelületről, mert olyan magas a páratartalom. Ennek van egy kombinációja, bizonyos hőmérséklethez mekkora páratartalom tartozik. Nagyon sok országot fenyeget, ugye, például a Délkelet-Ázsia szigetországokban például, ahol igencsak kialakulnak olyan helyzetek, hogy el kell költözni, mert különben ott nem lehet majd élelmiszert lehet termeszteni valamilyen növény megnő olyan körülmények között, de speciál emberi életre mégiscsak alkalmatlan lesz. Tehát fontos a szúnyogok kérdése, ez nem akarom lebecsülni, de összességében úgy tűnik, hogy a nagyobb hatással, várható nagyobb hatással lesznek a szárazságok, a hőmérséklet, a páratartalom is egyébként. Nekem lenne egy még így igazán a tényleg az elejéhez kapcsolódó kérdésem, hogy ez az IPCC jelentés, ez számol-e azzal, amit ugye a klímaváltozás tagadóknak az egyik legnagyobb, vagy leggyakrabban elhangzó érve, hogy hát a Földnek mindig is voltak ciklusai, amikor melegebbek voltak, vagy amikor hidegebbek voltak, ugye a jégkorszakot még tanultuk iskolába is, felmelegedésre kevésbé tanultunk. Tehát ugye a Földnek mindig is voltak évenként, vagy évszázadonként, évezredenként, ilyen tízezre évente, jobban tudod, mint én, ilyen ciklusai. Tehát, hogy például ez a jelentés, ez számol-e azzal, illetve kutattak-e abba az irányba, hogy nem-e most egyébként egy ilyen felmelegedős ciklus van? Természetesen, és a tudományos következet is teljesen egyértelmű, és világosan meg van fogalmazva, hogy egyértelmű, hogy melegszik a Föld, hogy változik az éghajlat, és az is egyértelmű, hogy az emberi tevékenység okozza ezt. Tehát, ha mi innen eltűnnénk, akkor a Föld rendezné önmagát. Van egy tehetetlensége az egész rendszernek, de rendezné igen, magát. Tehát mint a hógolyó, hogy gurul, tehát, és igen, már nem lehet megállítani. Ez azért érdekes, mert most 1,1 foknál vagyunk. Ha most mindent leállítanak, ami növeli ezeket a karbon az ökoszisztémában, tehát hogyha minden ilyet leállítanak, akkor is lenne még valamennyi növekedése ennek az átlagos hőmérséklet növekedésnek, tehát hogy nem állna meg itt egy egész egynél. Egy új termodinamikai egyensúlynak kell kialakulnia, hogyha szabad ezt így fogalmazni, ugye rengeteg extra hőt tart meg az üvegházhatás a Földön belül, ugye minden, ezt emlékszünk a fizikában, energiaminimumra való törekvés, mert stb. Egyebek, igazán ez én sem értek, szerencsére légkör fizikát csak keveset tanultam, de hogy az, hogy egyiket az eddig begyűjtött hő jelentőség az óceán tárolja valójában, és ennek aztán vannak tovább gyűlöző következménye a légkörű meg egyebekre. Igen, tehát ha holnaptól leállítanánk a felmelegedést, akkor is meg egy darabig eltartana, emberi léptéket belátható vidék, amit újfajta egyensúly kialakul. De visszatér a kérdésre, hogy van-e klímaváltozások, voltak korábban klímaváltozások? Persze, hogy voltak. Most viszont egyértelműen ki lehet mutatni, ki tudják mutatni a klímakutatók, hogy a klímaváltozásoknak a természetes okai, mint a naptevékenységnek a változása, a Föld tengelyének a dőlésszöge, és rengeteg ilyen egyéb jellemző. Ha ezeket veszik alapul, azok nem magyarázzák meg azt a klímaváltozást, azt a iszonyatosan gyors felmelegedést, ami korábban soha nem volt példa. Tehát egyértelmű, hogy az emberi tevékenység okozza, és egyébként az, hogy a Föld az képes kezelni magát, mert hogy látott már nagyon sok mindent, sokkal nagyobb hideget, meg nagyon nagy melegeket is látott már, az önmagában nem megy nyugtató, mert ahogy mondtam, hogy az emberiség számára az adott életfeltételeket, azokat ismerjük néhány százer éve, ami azokon kívül van, azokkal nem tudjuk, hogy fogunk-e tudni bármit kezdeni, hogy a Föld képes, amíg miközben regenerálja magát, vagy igyekszik ezt az újfajta egyensúlyra való törekvés során, nem lesz tekintettel ránk, hogy nekünk milyen igényeink vannak, tehát összeomlik az élővilág, ami egyébként biztosítja számunkra az életfeltételeket, kezdve az oxigéntől egészen az élelmiszerig, meg a tiszta vízig. Ha ezek nem fognak rendelkezésünkre állni, akkor nagyon nem vigasztal minket, hogy majd néhány évmillió múlva
majd megint egy viszonylag kellemes egyensúly lesz. Majd az akkor élőlényeknek, de hát ugye nekünk vajon lesz most. Élőlények maradnak, csak nem biztos, hogy az emberek ilyen feltételen tudnak maradni. Itt a másik ilyen közkedvelt mondás erre, hogy az emberek úgy elég okosak ahhoz, meg majd jönnek a tudósok, és kitalálják, hogyan fogunk tudni élni ezekben a megadatott körülmények között. Én azért azt gondolom, sőt, hogy ez csak technológiai probléma, technológiával igen, nem igen, tudjuk oldani. Tehát ilyen hangok is vannak okay. A hozzáértők rész, mármint igen, a hozzáértők idézőjelben. És akkor bocsánat, most ott ül a hallgatónk, mindig János Szegedről, és azt mondja, hogy okay, de most már én kellően szorongok. Én értem, hogy 30, 20 vagy 50 év múlva hello, game over, de mit tudok én csinálni? Hisz ez a kormányoknak lenne a feladata, amivel tudjuk, hogy nekünk itt most ebbe a kis országba, hát nem sok beleszólásunk. Ugye ott tartunk, hogy az IPCC összefoglalójában az van, hogy próbáljuk tartani a másfelet, de lehet, hogy az már elúszott, inkább a kettő előtt kéne megfogni ezt, és ő nem mond policy-t, de mond javaslatot, vagy mond bizonyos ilyen mérföldköveket, hogy 2030-ig, 2050-ig, hogy miket kéne lépni. Miket kéne lépni? Én olvastam egy pár dolgot, ugye az, amit a legtöbb összefoglaló jelentésben nekem kijött legalábbis, valószínűleg sok minden van még benne emellett, hogy 2030-ig az OECD országokban biztosan nem kéne szelet használni például, azt hiszem azt teljesen el kéne engedni, és 2050-re az egész világon el kéne engedni a szelet, ez a nehezebb, mert azt hiszem az OECD országok viszonylag jól állnak ezzel a feladattal. Na látjátok, mondjuk, szükség van a igen. Atomerőműre. Egyébként én azt gondolom, hogy szükség van az atomerőműre, legalábbis ebben a problémában a segítségünkre van. Jó, ne az atomerőműben, nagyon fejre megyünk. Félre, most elviszi egy főorás adás, ez röviden sem tudom majd mondani, de igazán az egyik, a kérdés egyik fele, hogy mit tudunk tenni, és kinek mi a dolga. A másik fele pedig az, hogy na, visszatérek, de hogy ahogy mondtad, hogy látszik egyfajta igazságtalanság, mint a lenne a rendszerben. Igen. Hogy kinek mit meddig kéne csinálni. Uh-huh. Az, hogy hát egy hajóban nevezünk. Nem vagyunk egyformán érintettek, de azt, hogy minden érintettek vagyunk. Azt mondjuk egy Karib-tengeri szigetek valamelyikét évente egy hurikán elsokalja, ugye nagyságnak. Ha nem a földrengés jön, vagy a vulkánkitörés, akkor egy hurikán hatalmas károkat szokott okozni, ezt tudjuk. De ma azt látjuk, hogy Magyarország sem érintetlen. És előbb-utóbb minden logikus, józemberi gondolkodás szerint is sokkal jobban érintett lesz. Például mondanak minket ilyeneket, hogy majd nem sokára majd Lengyelországban, Norvégiában fogunk bolt vásárolni, magyar bolt nem lehet majd kapni, vagy csak olyan fajtákat kell majd gyűjteni, amelyek bírják, tehát adaptálódnia kell a borászatnak is. Csak hogy ezt úgy érezzük, hogy ez minden, az élet nagyon sok területére ez hatást gyakorol a klímaváltozás. Mindent meg kell tennünk, persze, a mi saját életünkben, ezek a módszerek, ezek ismertek, csökkentsük az energiafelhasználásunkat, meg hozunk tudatos döntéseket a boltban, ami azt jelenti, hogy nézzük már meg, hogy honnan jött, és nem feltétlenek a görög dinnyét, mert nyár elején, mert ezt tudjuk, hogy Spanyolországból érkezik, hát a fiammal mindig ezzel szoktak vitatkozni, hogy várjuk már meg a július közepén, hogy lesz magyar dinnye, és akkor mi együnk idén gyümölcsöt. És nagyon sok ilyen dolog van, amit így kis odafigyeléssel, kis gondolkodással, nem autóval megyek dolgozni, hanem BKV-val, vagy biciklivel, stb. Egy csomó olyan dolog van, hogy csökkentsük a hőmérséklet, stb. Meg tudunk lépni. De azt is persze be kell látni, hogy rendszerszintű változásokat előidézni, úgyhogy oda megyünk mindenkihez, és a lelkére beszélünk, hogy csináljunk. És amíg egész kezdi csinálni, még ez a folyamat nagyon lassú, és mindig maradnak olyan kibocsátási dolgok, amelyeket egyszerűen nem tud az ember mit kezdeni. Tehát azzal, hogy döntéseket hozok a mindennapi életemben, az attól nem fog megváltozni. Tehát a rendszerszintű változásokat előidézni meg a döntéshozóknak áll lehetőségében. Ott ezen a téren nekünk állampolgárnak annyi lehetőségünk van, hogyha mondjuk választás van, akkor oda megyünk, hogy polgármester úr, vagy megint szeretne indulni, de eddig nem volt klíma stratégiának a településnek, legközelebb lesz. Vagy valami hasonló, tehát így tudunk próbálni nyomást gyakorolni, de a legfontosabb, hogy a gazdasági és a politikai döntéshozói, hogy hozzák meg azokat a döntéseket végre, amiket egyébként már tudunk, miket kell csinálni. De az energiafelhasználásunknak a kibocsátásait, a szén-dioxid kibocsátásait csökkenteni kell, azaz meg kell tekinteni a széntől, a földgáztól, meg az olajtól. Minél hamarabb, annál jobb. Már csak azért ismerem... Kicsit lassabban szén, földgáz, olaj. Fosszilisek. Fosszilisek. Szegény oroszok. Nem csak az oroszok, hát több milliárd ember hogyan fűt. Amerikaiak. Hogyan autózunk? Az autó a kőolajból... Ugye a komplet logisztikai ipar, a kereskedelem, tehát... A vegyipar, tehát... Mm. Hogy... Tudom. Ez egy úgynevezett vicc volt, de mindegy, hagyjuk is. Lépjünk tovább, igen. Tehát egyik napra a másik, igen, ezektől nem tudunk megszabadulni. A legnagyobb probléma, hogy nem kezdtük egy 3 évtizeddel korábban, akkor is már ismertek voltak ezek a dolgok, és akkor a kifogásokat mindig halljuk, hogy de mi lesz az orosz
bányászokkal, meg a kínai erőműves munkásokkal, meg egyébként Európával, amelyik nagyon ügyesen kiszervezte a kibocsátásait Kínában, mert hogy ott gyártatja a cukrokat, és egyébként mire ide jut a hatalmas tengelyjáró hajókon, még több széndioxid kibocsátással fog ez járni, vagy attól eltekintünk, hogy mondjuk Türkmenisztában mennyi metán szökik el a földgázmezőkről, de igyekszünk olcsón beszerezni onnan a földgázt, hogy ne fázzunk meg télen. Ahelyett, hogy szigetelni például a házainkat. Ez politikai döntés kérdése, hogy gázvezetéket építünk, vagy arra adunk pénzt, hogy leszigeteljük a háztartásokat és csökkentsük. Még Németország itt, aki Magyarországon nagyon sokan kritizálják Németországot a energiarendszer átalakításáért, mi azt kell mondanom, hogy mi látjuk ezt az erőfeszítést, nagyon támogatjuk, nagyon sok eredményt értek el, ez nagyon pozitív, de például a kibocsátásokat Németországnak sikerült a legjobban csökkentenie Európában, de leginkább az energiaszektorban, a villamosenergia termelő szektorban, a háztartások, az ipar kibocsátása, ahol lehetett volna energiahatékonysági, takarékossági beruházásokat eszközölni, ha szabad ezt a kifejezést használni, vagy éppen a közlekedésben, hát a lelkesek ők se voltak. Miközben télen megfőzzük a bolygót, persze nem a németek szapuljuk, mert a többi európai ország sem járt az élen, miközben azt igyekezett Európa, azt a képet kialakítani magáról, hogy itt a klímabajnokságnak a győztesei vagyunk, és itt nagyon sok a megtakarítás. De ennek egy része tényleg az volt, hogy a Európában az ipar jelentős részben megszűnt, csökkent, stb., és máshol gyártják a terméket nekünk. Például Kínában, Indiában, ahol döntően szépen látják el a villamos energiát. Erre is legyenek persze eszközök, hogy ezt befolyásoljuk, de nem egy egyik napról a másikra. Mert ugye itt jön be az, hogy akkor ki mennyire felelős, kit mennyire érint, és hogy kinek milyen lehetőségei vannak arra, hogy változtasson. És akkor persze Európa mondhatná, hogy hát tőled nem veszem meg ezt a terméket, mert nagyon magas a karbonlábnyoma, mert a szénből látod el a villamos energiát. És akkor ott áll a szegény fejlődő ország, hogy oké, de eddig te bocsátottál ki széndioxidot, nagyon borzasztó gazdag lettél bőlem, most ideadtad nekem ezt elad, hogy termeljek neked, most nem akarod megvenni, de akkor még itt ilyen fogunk halni. Mert te meg az a zsarolsz minket, amikor megkezdted máshonnan, ahol meg úgy robban lehetják elő. Mi lenne, ha segítenél nekem? Egyébként, és ideig szerintem ez a gondolat lenne logikus. Egyébként is gyakran az van, hogy ezek a fejlődő országok, szegényebb fejlődő országok általában gyakran jobban érintettek a klímaválság miatt, illetve a hatásai miatt, mert elsüllyedő szigetországokról beszélünk például, vagy olyan dél-kelet-ázsiai országokról, amelyekben ugye a hőmérsékletnek a páratartalom kombináció előbb-utóbb veszélyessé válhat, stb. Stb. És akkor ilyentől kezdve jönnek az igazi viták, hogy akkor kinek mit is kell pontosan megtennie. Tehát, hogyha Európa, meg az Egyesült Államok, ha más gazdagabb országok esetleg egy kicsibe pénzzel tudnák támogatni azt az átalakítási tevékenységet, amivel eredményeképpen csökken mondjuk a szegényebb fejlődő országokban is a széndioxid kibocsátás, az milyen klassz lenne, de ezt mindenki egyetért ezzel, lelkesen bólogat, kisebb-nagyobb alapok így ki is nyílnak, hogy elkezdenek rakni pénzeket, de aztán csak nem akar összegyűlni annyi, amennyi a cél lett volna, és ugye évenként november-december környékén van az éves klímacsúcs, a viták jelentős része nem akkor is szokott folyolódni, hogy akkor most már mindenki tegye meg a téteket, és mondja meg, hogy mikor, mennyi fog megsporolni, hanem hogy mennyi pénzzel támogatják gyakorlatilag a gazdagabb országok a szegényeket, amire egyébként úgy gondoljuk, hogy morális kötelezettségük is lenne. Mm-hmm. És gyakorlatilag ezt köszönöm vissza az ENSZ főtitkárnak a nyilatkozataiból, amikor azt mondja, hogy hát akkor a fejlett országokban 2030-ban legkésőbb a szenet, 2035-ben legkésőbb a földgáz ki kéne vezetni, a többi országban meg 2040-45-ig körülbelül. Igen. Ennyi, mert nekik kevésbé lennének képesek arra, hogy kivezessék a földgázt, vagy a szenet. És akkor egy kis laufot még engede, amíg az ENSZ főtitkár is, mert egyébként az emberiség meg a föld bolygó tekintetében egyébként az lenne a legjobb, hogyha minél hamarabb mindenki egyszerre, de hát ez láthatóan ez nagyon komoly akadály. Egyébként azzal a problémával kezdenek valamit, vagy a szóbeszéd tárgya ezeken a magas tárgyalásokon, hogy a elmaradott országokra jellemzőbb általában, hogy az oda betett támogatási pénzek, azok nem feltétlenül arra fordulnak, amiért oda adtuk őket. Hát bárcsak ott tartanak. De hogy ezt a kockázatot is szerintem az, hogy gyorsan akarunk eredményeket elérni, ebben a léptékben gyorsan, akkor ezt a problémát ugyanúgy kezelnie kell a politikának, hogy azok tényleg ezeket a célokat szolgálják, azok a pénzek. A korrumpálódásnak a lehetőséget leginkább én ott látom ezen a télen, hogy úgynevezett offsetting keretében. Amikor azt mondja valaki, hogy én nem sporolok meg itthon, mondjuk egy Hollandia, most mondom, hogy ország, mindegy, mert nem akarom bántani az olajvállalatomat, ezt most nem mondom ki a nevét,
neki kell annyit spórolnia, de adok egy adok pénzt egy országnak, ahol speciális olajvállalat kitermel annak érdekében, hogy televítsene erdőket, és akkor majd a rengeteg erdő, akkor meg fognak nőni a fák, azok majd kivonják a széndioxidot levegőből. Csak az 20 év, és akkor, amíg megnőnek a fák. És akkor majd, akkor majd jó lesz, mert akkor végig valamilyen módon mégis csökkent a széndioxid kibocsátás valóban valakinek. És akkor ugye nagyon sok sebből vérzik ez a történet, mert ugye ettől függetlenül az az olajvállalat, ez miért tudná akár magától is csökkenteni a széndioxid kibocsátás, hogy nem akarja. És a politika sem akarja, mert vannak más fontosabb szempontok is. Illetve igen, az a kérdés, ez mikor fog működni, egyáltalán működőképes lesz, de hova telepítünk ennyi fát, és ki fogja kérdezni, hogy milyen fát, és hova, és egyébként is írtjuk a mangroveerdőket például, meg a mindenféle egyéb területet teszünk tönkre, ami alkalmas arra, hogy széndioxidot nyeljen el, ez a jobb kéz meg a bal kéz esetleg, és ki hiszi, hogy a végén lesz tényleg annyi erdő, senki. Mi is azon kampányolunk, hogy Greenpeace azon kampányolunk az elmúlt években, hogy ezt az úgynevezett offsettinget, ezt mint lehetőséget, ezt így látjuk, nem akarjátok elvetni, oké, de hogy ezt minimalizáljuk, és a valódi érdemi kibocsátás csökkentésekre fókuszáljunk, mert egyébként, hogyha nincs annyi időnk, hogy ennyi vitázunk, megnézzük, hogy hát a 20 év múlva látnak majd a csemeték, és akkor majd ki tudjuk számolni, mennyi fog. Nem. Erre már nincs időnk, az ilyen. És az atomenergiás, ezért nincsen időnk, de ezt majd máskor beszéljük. Az IPCC jelentése szerint a 2020-as év, tehát ez az évtized az, ami döntő lesz majd ebben az egész kérdésben, tehát ezekben az években dőlnek ezek a kérdések. Én azért vagyok egy kicsit szkeptikus, mert ugye tulajdonképpen a Földünk egy szén alapú. Tehát az élet és az egész élővilág és minden tulajdonképpen szén alapú. Ebből nyerjük az energiát, ez az élet, bennünk is van. A Földnek az egész rendszere az alapvetően a szén körül forog. Én azért vagyok szkeptikus, hogy hol lehet azt megtalálni, hogy mi az, ami nem bánt, nem kezdi el bántani esetleg a másik oldalt, mert ugye most arról beszélgetünk, hogy melegszik az idő, és hogy kivonjuk a dolgot, de hát az egész társadalom azzá alakult, hiszen tényleg átszövi a tulajdonképpen mindent, tehát minden iparban, minden ipar szén alapú, tényleg a vegyipartól, tehát ahova nézek tulajdonképpen akár ebben a szobában is. Nyilván érthető a politikusoknak az a fajta ózkodása, hogyha elkezdjük ezeket csökkenteni, akkor mindenféle társadalmi feszültségek jelennek meg. Hogy nem lehetne esetleg valahogy hogy valahogy úgy elkezdeni, hogy az oktatáson keresztül, vagy a tehát, hogy mondjuk, mert az lehet, hogy ahhoz könnyebben nyúl egy kormány, hogy megpróbál akár az oktatáson belül tudatosabb életre nevelni, mint ahhoz, hogy bezárja a tiszai vegyi műveket, ahol dolgozik, mint a 2500 ember. Ezek teljes jogos szempontok, és nyilván nagy, anélkül, hogy a társadalmi gazdasági rendszer elakítanánk át jelentősen, és a technológiát és a technológia használatunkat, a technológiához való viszonyunkat alakítanánk jelentősen, akkor azért, hogy ez nem fog menni. És általában ezeknek a változásokhoz hát idő kell. Mostában egyébként csökken az idő ezeknek a változásoknak. Én még emlékszem a lemezjátszóra, ma már ugye, meg a szalagos vagy mire? Szalagos magnóra. Ma meg már ugye nincs, igen, tehát a telefonon hallgatunk, szerintem internetről folyamatosan real-time-ban töltünk le. Tehát van egyfajta gyorsulása, az kérdés persze, mennyire tud az emberiség adaptálni és milyen sebességgel. De a legnagyobb probléma az, hogy egy olyan érdekrendszer, érdekhálózat szövi keresztül a társadalmat, és nem is akarok arra mutogatni, hogy a gonosz politikusok. De azért lássuk, mutogathatnám. Mert nem feltétlenül gonoszak, mert nem feltétlenül korruptak, viszont közben tényleg látni kell, hogy ezt ha más nem, akkor politikai értelemben 30 évvel ezelőtt ezt már megfogalmazták egy nemzetközi nyilatkozatban, mégse történt semmi. A kifogásokon kívül nagyon sok mindent már ilyen típusú kívül. Jó, de mi lesz az a német autóipar munkatársaival? Hát, igen. És akkor utólag persze most mondhatom azt, hogy de hát mi mondtuk, és mi nem csináltátok, de hát ez egy rossz pedagógia nyilván, amikor pedagógus ugye ezt mondja a diákeknek, hogy talán tanulni kellett volna. Tudtam előre, megmondhattam volna. Ezzel nem vagyunk kisegítve. Nem az a szép politikai feladat, és nem azért vállal valaki politikai pozíciót egy ilyen többszörös válság időszak kellős közepén, amikor éghajlat és ökológiai válság van, plusz klímaválság, plusz háború, stb., hogy ilyenkor olyan döntéseket hozzon, amitől végül majd egyébként, mert valamikor majd a jobb lesz később. Nem könnyű, de senki nem mondta, viszont ezeket adok, ha nem lépjük meg, abból viszont most már tehát a tudomány egyetemű fogalmaz. Ebből baj van már most is, minél tovább várunk, annál nagyobb baj lesz. Bizonyos tekintetben, bizonyos pontokon már túljutottunk nagy valószínűséggel pontokon, amiket már nem tudunk visszafordítani.
ilyen, ezek bizonyos kérdés, vita folyik, hogy például Grönland az összesége lovad, vagy valamennyi meg fog maradni. Nem, erre például nincs még egyértelmű válasz. De hogy haladunk előre időben, és jönnek ki 5-6 évente az IPCC jelentések, a bizonytalanság gyakran sajnos egyre inkább bizonyossággá válnak. Ugye, hogy a módszertanból fakadóan ugye ez egy konzervatívan fogalmazott testület. Amit az elmúlt évtizedben vagy 5-6 évben új kutatások megjelentek, azokból egy konklúziót lehet vonni, azt elfogadjuk bizonyosnak. Ami már nagyon sok tanulmány azt igazolta, visszaigazolta, stb. De nagyon sokan mondják, hogy de ennél súlyosabb a baj. Csak ők nem mondhatják még ki, mert az a fajta tudományos konszenzus még nem alakult ki, amitől bekerülhetne, de majd 6 év múlva benne lesz. Például a golfáramlatnak a megváltozó leállásával kapcsolatban, még a 2015-ös utolsó előtti jelentésben azt úgy fogalmaztak, hogy nem tűnik valószínűleg, mondjuk valami hasonló, nem tűnik valószínűleg, hogy leállnám, most már olyan fogalmazás kérdő, hogy hát előfordulhat, hogy majd valamikor, nem mondja meg, hogy a 2100-ig mikor, de hát előfordulhat, hogy valamikor ez most már le fog állni, ez a felmerülés talán zajlik. És ezek elég ijesztőek, és most már tényleg figyelmeztetésként fel kellene fogni, hogy azokat a típusú kifogásokat, amik miatt eddig nem csináltunk semmit, ezeket most már valahogy talomba kéne rakni, és a kiutat kellene megkeresni az összes nehézség ellenére, amit ez a feladat jelent. Szerintem a legrémisztőbb az egészben tényleg az, hogy olyan változások, amik most néhány évtized alatt zajlanak le a környezetünkben, azokról mi még úgy tanultunk, hogy ezek ilyen évezredek alatt, hogy ilyen nagyon hosszú amplitúdójú hullámok mentén vannak ezek a változások úgy általában a bolygón, és most hirtelen arról beszélgetünk, hogy nem 1000 évvel, meg 10 000 évvel, meg 1 millió évvel korábban vagy későbbi eseményekről beszélgetünk, hanem arról, hogy mi lesz 2050-ben. Én amikor készültem erre a beszélgetésre, az általad említett másfél fok.hu-t elég jártam, mert ezt nem átolvastam, de megnyitottam talán, Zsuzsa, te küldted át a parlament.hu-ról, azt, amikor a magyar parlament elé került egy ilyen stratégiai anyag, meg szerintem az összefoglalót is megnyitottam az eredeti angol nyelvűt. Szóval, hogy ezekből azt olvastam ki, hogy ugye az IPCC jelentés azt mondja, hogy ha jelenlegi technológiát és az életmódunkat és egyáltalán a társadalmi politikai berendezkedés nem változtatjuk meg, és a gazdasági folyamatokba se nyúlunk bele, akkor a jelenlegi tudások szerint egy ilyen 3,5-4 fokig is akár elmehet a klíma. És hogy körülbelül ez legutoljára az eocén korban volt, tehát néhány százmillió évvel ezelőtt volt, amikor látott a Föld bolygó ilyen klímát. És hogy amit te mondtad, hogy nem tudjuk, hogy az mit jelent, tehát hogy ebben hogyan tud az emberi élet, az hogyan tud akkor ott majd működni, de ilyen 2-2,5 foknál nem szabad tovább engedni, hogy növekedjen. Na most a 2-2,5 fok is olyan, hogy ilyen drasztikusan át kell átítani a teljes gazdasági rendszert, és gyakorlatilag az életünket kell átalakítani. Egy olyan helyzetben, mikor bejött a Covid, és mindenki azt mondta, hogy jaj, de legalább kipróbáljuk azt, hogy milyen az, amikor kevesebbet fogyasztunk, és voltak ilyen nagyon optimista hangok, a Facebook falam tele volt ilyenekkel, nem mertem oda kommentelni, naivok vagytok, de hogy tele volt ilyenekkel, hogy de jó, mert akkor innen majd nem lehet ugyanúgy folytatni, ahogy előtte folytattuk. És pontosan ugyanott folytatja az emberiség, ahol előtte voltunk, sőt, egy visszapattanás után még egy növekedő széndioxid kibocsátást látunk, és erre még csak rátesz egy lapattal, például a most zajló háború, ami nem csak Oroszország és Ukrajna problémája, hanem igazából az élelmiszertermeléstől kezdve egy csomó miatt mindenki problémája, nem csak Európa problémája. Tehát én egy ilyen helyzetben én azt nem látom reálisnak, hogy mondjuk másfél foknál meg lehessen állítani, és a mostani érdés is 2 fokot mond, hogy legalább próbáljuk meg 2 fokkal megállítani. Én belenéztem abba a Palkovics által benyújtott stratégiába, és abban nekem az jött le, nyilván nagyon felületesen, hogy ugye ezt megelőző IPCC jelentésnek a számaira támaszkodik, tehát hogy azokat tartalmazza, és hogy igazából maga a javaslat, az, vagy nem is tudom, stratégia neve, az tök okés dolgokat tartalmaz, tehát hogy tényleg olyan dolgokat írnak le, amik jó stratégiák arra vonatkozóan, hogy az ezt megelőző számokat még valahogy el lehessen érni. Csak utána nem történik semmi. Nem történik semmi, és közben nem apróságot kéne módosítani, hanem a világot kéne megváltoztatni. Na de hogy a kormányok szintjén sem történik semmi, hát. Tehát hogy oké, tehát hogy te magyarként, ugye a magyar választóként inkább így fogalmazok,
azt arra lehetsz hatással, vagy a te kormányod mondjuk, legalább a saját házatáján, mert valódi intézkedéseket tegyen az asztalra, és hogyha minden kormány így működne, egy szép világban, akkor azzal lehetne valamennyit előrépni. Én arra is gondoltam közben, hogy tök jó, hogy a kormányok ezt kitalálják, de hogy nem csak az kéne, hogy a kormányok olyan gazdasági ösztönzőket hozzanak létre a szabályzásaikban, ami mondjuk a kapitalizmus elvei mentén működő gazdaságunkat arra ösztönzi, hogy mondjuk megváltoztassa azt, hogy milyen energiahordozókat használ, fontos, vagy hogy rövidítse a szállítási láncokat. Mert ott lesz sajnos a vége a történetnek, mert ugye most ugye attól, hogy mi jól élünk, hogy itt nem tudom, az a sok póló rajtunk van, meg váltottak óra, meg nem tudom, telefonunk van, meg autóval jöttünk, szóval, hogy ez mind ezeknek a javaknak a megtermelése tart minket életben. Igazából ezért van a fizetésünk, ezért tudunk pénzt költeni. Tehát egy olyan társadalmi berendezkedésünk van, amit úgy van fölépítve, olyan beruházások vannak benne például, amik arra bazíroznak, hogy itt továbbra is autózni fogunk, továbbra is repülni fogunk, továbbra is Spanyolországba hozzuk a görög dinnyét, és így tovább. És hogy a gazdaságnak nem érdeke ezt megváltoztatni, mert az tuti bukó. Hát az biztosan nem lesz belőle profit, hogyha hirtelen 30 éves távlatban át kell alakítani, meg kell szüntetni egy európai autógyártás például. És nem történt semmi 10 év alatt. Így van, mert abban is irányos volt. Tehát nem mindig 30 évünk van. Jó, de mi is lehet? Tehát, hogy oké, én nekem továbbra is az a izém, hogy most így beszélünk ilyen nagy magasztos dolgokról. Én kurva nem tudok, mint hogy mit tegyek. Oké, nem lesz gáz, vagy ne használja a gázt, mert hogy az nem jó a földnek, akkor fűtök fával, az se jó a földnek, meg az embereknek se, de akkor mit csináljak? Tehát, hogy mit tud az ember csinálni? Old meg, Léci. Old meg, Léci, vesz a problémát meg. Egyéb szinten. Mert most már nagyon szorongok. Zsuzsa, mit csináljunk? Hát kezdjen ástigadni. Nagyon helyes, de a szorongás az helyes, az a fontos, hogy az cselekvésbe forduljon. Igen. Ne depresszióba, ne ívásba. A cselekvés, ezzel foglalkozó pszichológus mondja, hogy a cselekvés érzése, a cselekvés az visszahagy az érzést, hogy kontrollat tartom a folyamatokat, például az egész nagyon ijesztő. És kicsit az úgy mutat, hogy kicsit túl van rajtam ez a dolog. Hát mindenképpen azt, hogy jó lenne, ha a magyar kormány szerezne pénzt az Európai Uniótól arra, hogy az épületeket Magyarországon elkezdjük leszigetelni, és a fűtőanyagot megváltoztassuk. Enélkül, az IPCC is tulajdonképpen ezt mondja, hogy legfontosabb, hogy hát most már 30 évünk sincsen, 2050-ig, és akkor egy mihez nyúlunk? Hát nyilván ahhoz, amire van technológiánk, és aminél költséghatékonyan tudok alkalmazni, a értelemben, hogy az egy befektetett euróból a lehető legtöbb széndioxid megtakarításnak, illetve metán megtakarításnak, ez is fontos. Hogy akkor levágjuk a tehenet? Nem. Nem kell levágni, hanem elő kell venni azokat a technológiát, amikor rendelkezésünkre állnak, és azokat a forrásokat, amelyeket rendelkezésünkre állnak. Például, ha Magyarországon csak egy példát mondok, a jelen pillanatban az energiára fordított kiadások jelentős részét ugye azt teszi ki, hogy igyekszünk azt úgy csinálni, mint a olcsó lenne az energia, és ennek az a következménye, amit a magyar kormány, ezt mindenki mondta előre, nem csak a zöldek, hanem mindenki mondta, hogy hát ha elkezdik olcsóbb az embereknek az energiát, a szociálpolitikailag egy csomó szempontból indokolható, nem biztos, hogy így kéne csinálni, lehetne másképp is, de a végeredmény, tök mindegy, hogy Gyurcsány Ferenc adja a gázártámogatást, vagy Orbán Viktor adja a rezsicsökkentést, a végeredmény az, hogy az orosz partner határán dörzsöl a market, és köszöni szépen, és elteszi a lóvét, és elvisz az országból az itt a rengeteg gázért, amit megvettek tőlünk, és amit mi mondtunk előre, hogy a rezsicsökkentésnek mi lesz a következménye? Hogy növekedni fog a föld. Tavaly a Palkovics miniszter úr bevallotta, beismerte, hát nem, soha nem is, hogy ez van, hogy 30% növekedett a lakossági fölkelt, vagy 25%, de brutális, néhány éves időtartamon belül brutális mennyiségben növekedett a lakossági földgáz felhasználás. Ez lett az egyik eredménye. Mi lett volna, hogyha azt a rengeteg pénzt, ami abba került, hogy odaadtuk az döntően orosz félnek, és kis részét elkezdjük volna átforgatni abba, hogy csökkentsük a felhasználásunkat, akkor a tavalyi évben kisebb lett volna a ribillió, és egyébként ezeket nem lehet ugyanazt az eurót kétszer elkölteni, de egyszer elkezdünk belerakni pénzeket. És nagyon sok ilyen kutatás készítettem, azt mutatta, hogy ha berakunk egy eurót államként, akkor egy másik eurót bele fog rakni, vagy forintot a lakosság, a harmadikat meg a üzleti szféra fogja belerakni, és akkor meg leszünk az államnak, meg egyébként végeredmény jó fog járni, mert rengeteg adóbevétele keletkezik,
másrészt pedig a végeredményben végig is a fizetési mérlege is javul, mert sokkal kevesebb dollárt és eurót kell majd kiadni energiahordozóért. Ezt az elmúlt, én több mint két évtizedre foglalkozom környezetvédőként energiával, egyetlen magyar adminisztrációnak sem sikerült ezt a borzasztó bonyolult matematikai egyetet megugrania, mert az mindig fontosabb volt, hogy fűteni akarsz. És politikai marketing. És egyébként nem csak Magyarországon, hogy félretés ne esik, de Franciaországban atomenergia. Miért olcsó az atomenergia, atomáram? Azért, mert az atom annyira olcsó? Nem, azért, mert rengeteg állami forrásból hatalmas kompresszumot felépítettek, rengeteg atomerőművel, meg a militáris kapcsolatokat most még felejtsük is el. Azt se tudja senki Franciaországban, hogy ez egész mennyibe került valójában, de miután átállították az ország jelentős részét a környezetbarátnak tartott nukleáris energiát a fűtés tekintetében, mondjuk ez a szociálpolitika kérdésé vált, nem lehetett drágán adni az áramot Franciaországban sem, hiszen az emberek jelentős része azzal fűt, hanem akar megfagyni. És most ott tartunk, hogy a francia atomerő vállalatoknak nincs elég pénze arra, hogy nem azt mondom, hogy nincsen pénze karbantartásra, de mégis az a helyzet, hogy olyan összegek jelentkeznek, amikor hát üzemidő hosszabbítása egybe fog kerülni, na ezt ki fogja kifizetni. Mi lenne építenünk új atomerőt? Na az nagyon drága, arra sincs pénzünk. Tehát tovább gyűröző hatásai vannak, és az IPCC mondja, hogy mihez nyúljunk, ezt én indítottam ezt az egészet, belementem az atomenergiával, ne menjünk bele még jobban abba a vitába. De értem tök, amit mondtál egyébként. Úgy, hogy így már, hogy ilyen igénye van az energiafogyasztásnak azért, hogy az emberek éljenek, egyenek, fűtsen, stb. Nagyon nehéz. Bele lehet kerülni a bókuskerébe, ahonnan nagyon nehéz kikerülni, és hát vizionális politikai akarat elképzelés, stb. Kell, mert hogy ezt meg tudjuk lépni, és hogyan lehet meglépni. Az IPCC is azt mondja, hogy költséghatékony módokat vegyük elő, és akkor a 2030-ig még mindig van esélyünk arra, hogy megfelezzük a kibocsátásainkat, ehhez viszont például az kell, hogy az épületek energiaigényét gyorsan csökkentsük. Azért is fontos ez, mert utána még mindig marad, már csak 20 évünk marad, hogy a másik 50%-ot megspóroljuk, viszont egyre inkább olyan technológiákba, vagy területbe fogunk belebotlani, amire, már elnézést kérek, de igazán még ötletünk sincs, hogy mit lehetne bele csinálni. Vagy ha van is, hát az olyan, hogy hát lehet hidrogénnel is végül is acélt gyártani, mert ugye az úgy tűnik, hogy rengeteg szenet belapáltunk a vasérc mellé, a kohóba, de hogy pontosan hogy lehetne ezt szén nélkül megoldani, erre vonatkozóan még csak elképzelések vannak. De először most azt kéne, hogy csinálj meg a legkevesebb alacsonyan függő gyümölcsöket. Alacsonyan függő gyümölcsöket, a könnyen elérhető dolgokat. A kisebb társadalmi kockázatokkal, akár előnyökkel járó gyümölcsöket szakítsuk, ami költséghatékonyak is. És ezt egyébként a lakossági részen látod? Tehát, hogy azt mondod, hogy a épületek szigetelésével, a kis erőműveknek a támogatásával, mármint hogy ezek a házi kis erőművek támogatása, ami ugye amikor azt szokták mondani, hogy igen, amikor kis közösségek csinálnak például napelemből telepeket és így tovább, tehát amikor, ami pont a jó megoldás a atomerőmű ellen, vagy nem tudom, tehát hogy annak a kiváltására lehet például alkalmas, hogyha vannak mondjuk akkumulátortelepekkel és a napelemekkel ellátott közösségi fejlesztések, vagy akár helyi saját épületen való fejlesztések. Meg ugye mindig el szokott hangzani a magyarországi villamosenergia házottal kapcsolatban, hogy azért, most azért nem lehet visszatáplálni energiát a házadban, mert maga a házat nincs olyan állapotban, hogy ezt el tudja viselni, biztos ennél bonyolultabb a helyzet, és te ezt jobban is látod, csak hogy azt akarok út utalni, hogy az elosztóházatnak a fejlesztését is más irányba kéne vinni, más célokat kéne ott megvalósítani, gondolom. De hogy mindig visszatérve oda, hogy azt javaslod, hogy a lakosságot kiszolgáló, meg a házatokat kéne fejleszteni, mert az alacsony függő gyümölcs és az ipart későbbre hagyni? Hát a Magyarországon különösen alacsony függő gyümölcs az épületek energia hatékonytalansága, ugye az uniós átlaghoz képest egy jó 37-38%-ot akar, több százalékos, több energiát használnak az épületeknek a üzemeltetésére, de fűtésére. Azért, mert olyan állapotban vannak, amilyenben. Ezt tudjuk, hogy az ABCD és a többi energiás tanúsítvány alatt valahol a J környékén van, valahol a magyar átlag, sajnos, ahelyett legalább C lenne. És a döntően is 70-80%-ban is akár tulajdonképpen a földgáztól függ, jelentős át tud állni tűzifára mondjuk, vagy hulladékra, ki mivel fűt otthon, de ugye jellemzően akkor is rengeteg energia fog távozni a ház oldalán, hogyha fával fűtök, és jellemzően rossz hatásfokú berendezőben tüzelem el, az egyébként vizes tűzifát. Ez jellemző Magyarországon sajnos, hogy megveszik a vizes tűzifát, és télen bár is tüzeljék, pedig legalább 2 évet szállítani kellene, és egy rossz hatásfokú jancsikájákban még ilyenekben égetjük el. És nyilván ehhez állami támogatás kell,
A másik, amit mondtál, igen, a napenergia kérdése, és innentől kezdve nagyon sok technológiai, gazdasági egyéb kérdés van, probléma merül föl, mert hogy semmi sincs ingyen, nyilván meg kell oldani, ahogy házatot kell fejleszteni. Ezt is mondtuk, mi is, mások is, hogy önmagában az, hogy sok napelem kerül a háztetőkre, meg ide, meg oda, az jó, de konfliktusokat generál, problémákat okoz, ezeket kezelni kellene. Ahogy ezt tavaly sikerült a magyar kormánynak, azt mindmáig nem értjük, igazán indokat nem lehet. Két héttel korábban azt mondták, hogy akkor újra nyitjuk a pályázat második körét, majd egyszerűen mégsem indítjuk újra, sőt, mindenkinek leszeltek. Tehát a klímaválság és egy energiaválság keres közepén nem tanúskodik egy strategikus gondolkodásmódról, és nem értjük az okát, miközben ez az információk rendelkezésre állt akkor. Jó, de ez a magyar helyzet. De az egész világon nem 8 milliárd ember nem tud mindenki napelemet föl szerelni, mert nincs annyi, nem tudom... A jó kell, hírem, hogy a felének nem is kell. Nincs annyi lítium, vagy szóval... Mert tehát, nem kell fűteniük. Az a kérdésem, hogy technológiailag sem vagyunk szerintem ott, hogy a 8 milliárd ember ez ekkora méretű problémáját megoldjuk, hogy mondjuk 2050-ig teljesen klímasemleges legyen az egész emberiség. De hát akkor menjünk haza, azt lőjük fejbe magunkat, mert hogy így megoldás nincsen. Tehát, hogy nekem az is a furcsa, hogy a tudósok, azok továbbra is csak tudózkodnak, és óvatosan megfogalmaznak ajánlásokat. Én aznek számomra nagyon furcsa, hogy ezek a tudósok nem verik az asztalt, üvöltenek az EU-ban, vagy a parlamentben, vagy bárhol, és mondják azt, hogy figyeljetek, itt kurva nagy gáz van, hogyha ez egy valid álláspont, akkor valamit nagyon csináljunk, mert együtt megyünk a levesbe. Figyelj, 2050 az ripszorops itt van. Én emlékszem a 90-es években, amikor elindultak ezek. Én fiatal voltam, de már akkor mondjuk a HVG-ben néha volt egy-egy cikk 3 havonta, hogy valami, mintha baj lenne, és az alatt úgy eltelt 30 év, hogy kettőt pislogtunk. Én értem, de tehát, ha még mindig ajánlásokat fogalmazunk meg, az egy kicsit mondom, nekem nevetségesnek tűnik, és revitalizálja a problémát. Tehát, annyiban kicsit vitatkoznék, hogy ahhoz képest, mint a 2000-es években a tudósok beszéltek, nagyon erősen ragaszkodtak az ilyen szövegekhez, hogy 90%-os valószínűség. Most már ezen túl vannak. Uh-huh. Tehát az IPCC bejelentéseinél, tehát nincs mandátumuk arra, hogy policy javaslatot tegyenek. Ezért nem mondanak. Ezért nem ütik az asztalt? Viszont én azt gondolom, hogy verbálisan igenis ütik. Tehát amikor már olyanokat, mondatokat hallok, amiket én mondtam volna, mondjuk itt mondtam fél évvel korábban. Uh-huh. Igenis, alarmisták és akcionisták lettek a tudósok is, és egyébként nem kell, még kicsit még messzebb megyünk, akkor az ENSZ főtitkának a klímaválsággal foglalkozó beszédet érdemes megnézni. Kifejezetten térden állva könyörög már a világnak, hogy csináljatok valamit. Nagyon, ő nem hozhat döntéseket, ő tovább is javasolhat, de ő már kifejezetten extrémen progresszív javaslatokat tesz. Amikor azt mondja, hogy a gazdagabb országokban 2035-ben le kéne állítani a legkésőbb a földgázerőműveket. Ilyeneket mondani. 2035-re? Mi gazdagabb országok vagyunk? Igen. Mi azok a magyar kormány éppen földgázerőműveket tervez építeni. Itt egyébként most jelen pillanatban az ellátás, mondjuk az ellátás biztonság az egyik. Tavaly háború kezdett ott az ellátás biztonság jelentkezett egy új kifogásként, amiért most sajnos megint pénzt kell költeni a fosszilis energiahordozókra, meg hozzáteszik, hogy a gyorsan terjed a napenergia miatt is, amit egy kicsit így rángat az optik az ember bajszal, hogy 12 éve nem építünk gázerőművet, keresünk más megoldást. Az átpiszi jelentéseket elégje fel a figyelmet, hogy nem csak a napenergia és a szénenergia terjed, és azért mennyire olcsóbb lesz, és az úgy tűnik, hogy mindig az okozza a legkevesebb ökológiai és egyéb problémát, hanem például az akkumulátor technológia is sokkal gyorsabban fejlődik, sokkal gyorsabban válik olcsóbbá, ami egyébként minden, Magyarországon nem kell részletezni, milyen problémákat okoz az akkumulátor gyártás, de arra típusú problémára megoldást nyújt, hogy hogyan tárlom el azt a... Mert a magyarországi napenergia boom most már tényleg ott tart, hogy egyre inkább az a probléma, hogy túltermelés van, amikor hétvégén már 500 euróért kell fizetni, hogy valaki vegye át az áramot, tehát negatív, nagyon durva negatív árak vannak a piacon, akkor nyilvánvalóan be kellene avatkozni, és például az ilyen típusú problémákra, arra, hogy nappal túl sok áramot termelünk, éjszaka viszont nem süt a nap, például a kémiai tárolás, az akkumulátorok azok segíthetnek, megoldást tudnak nyújtani, vagy tudnának nyújtani. Itt is hasonló típusú fel, itt a Greenpeace is mindig is elmondta, hogy igen, a tárolást azt meg kell oldani, mert az, hogy előbb-utóbb túl olcsóvá válik a napelem, túl sok tetőt feletre fog kerülni, ami bizonyos értelemben jó, mert olyanoknak is juthatnak majd áramhoz, aminek nekinek nincsen tető felette, és nem tud ezzel mit kezdeni, de csak túl sok áram lesz, akkor viszont nem tudjuk hova rakni. Ez a probléma bizonyos értelemben megoldódni kezd látszani, viszont látjuk azt, hogy a másik oldalon milyen
konfliktusokat generál azt az akkumulátorgyártást. Én igazán nem ott látom a problémát a 2050-ig, hogy mit tudunk megoldani, mit nem technológiai értelemben, ott is nagyon sok kérdés van. De ezeket a szociális, szociokulturális, környezeti, gazdasági és egyéb érdekellentéteket, konfliktusokat, ezt hogy lehet feloldani, és hogy lehet-e kezdeni, hogy lehet okos döntéseket hozni. Nyilván úgy nem lehet, hogy valaki nagyon okos, és ő magától meghozza döntéseket, hanem folyamatos döntéshozatalra és visszaellenőrzésre és újabb döntések meghozatalára van szükség, és nagyon sok embernek a bevonásával. Tehát az, hogy jogászok és közgazdászok hoznak döntéseket, az önmagában most már egyre vállalhatatlanak tűnik, hanem szociológusoktól kezdve nagyon sokféle disziplinát be kell vonni a döntésre, és figyelni kell, visszaellenőrzni, hogy a döntéseknek milyen következménye vannak, és hol kell belenyúlni a rendszerbe, és hogyan lehet értelmes jó döntéseket hozni, akár akkumulátorgyártás tekintetében, akár a tekintetben, hogy hogyan oljuk meg azt, hogy ne benzines autóval járkáljon mindenki, de ne is akarjon mindenki elektromos autóval járkálni. Azaz, megtesszük a problémát, hogy egyik. Mert akkor csak egy máshova tegyezzük a problémát, teljesen egyértelmű. Tehát akkor viszont be kell vonni a városokat is, hogy akkor olyan területeket alakítsanak ki, amelyek alkalmasak arra, hogy autó nélkül közlekedjünk. Képesző polgatosoknak nem kéne ezt felhasználni arra, hogy szembeállítsák az emberek és egymásra. És igaz, van elég időnk, leginkább itt van az a kérdés, hogy erre van elég időnk, hogy tudunk elég okosak lenni, akkor ugye akkor a problémát kell megoldani. Én Most kesevettem el kurvára. Igen. Szerintem ez a nézőről, vagy mi volt az a film? Én valamelyik podcastban hallottam a Gelencsérnek az előadását, aki azt mondta, elmondtam már ebben a podcastban ezt a sztorit, vagy nem? Nem. Nekem nem rémlik, nem mondjad. Hogy volt egy sikersztori a 80-as években, amikor az ózonlyuk kiderült, és viszonylag gyorsan, tehát ilyen egy-két év alatt lezajlott egy olyan folyamat, hogy a tudósok megkongatták a vészharangot, a politikusok eldöntötték, hogy akkor akkor a freont ki kell vezetni a minden technológiából, és mit tudom, a 80-as évek közepén végén ez a dolog meg is oldódott, és a 90-es évek végén már arról jöttek az első cikkek, hogy megállt az ózonlyukaknak a növekedése, és a 2000-es években már azt olvashattuk, hogy elkezdődött a visszafordulás. Tehát Ausztrália fölött van még egy nagyobb gond, de egyébként igen, elég jól áll ez a dolog már. Ha viszont most jönne az ózonlyuk problémája, akkor nem tudnánk megoldani, és a Gelencsér ezt úgy fogom veszem, hogy egész egyszerűen a social médiának és az emberi butaság gyilkos kombinációja miatt tartunk ott, hogy szerintem, ha most lenne ez, akkor nem tudnám megoldani. Nem jutna oda a társadalom, meg hogy a tudósok vészkongatása, vészharangkongatása után a politikusok megmerjék hozni a döntést. A választók egy jelentős része, vagy egy akkora része, amivel politikát lehet csinálni, úgy gondolná, hogy a freon igazából egészséges. Igen, meg jönnének az összes kösérletek, meg terjednének, hogy a föld lapos, meg szóval egy nagyon sok... Ne vegyék el tőlük a freonunkat. Igen. Tehát, hogy én is erősen pessimista vagyok most. Pedig már Pampit Gabó is... Folyamatosan erről posztol, aki szerintem fantasztikus, tehát számomra ő ilyen szempontból, igen. Ez egy ha marketing fogás, ha nem, az egy nagyon jó irány, mert ugye olyanokat szólít meg, akiket ti sosem fogtok, mert a termodinamika törvényénél vesztették el a magalat. Greenpeace-nek a nagykövete talán a Pampit Gabó, nem? Vagy legalábbis segít nektek. Van ilyen, de ez igen. Együttműködés, igen. Együttműködés, hívhatjuk, de mi beszélgetünk, és szerepel is a podcastünkben is szerepelt, meg itt, meg ott. Igen, mert ez tényleg, ahogy mondtad, pontosan ezért, mert hogy olyan réteget meg tudsz szólítani, hogy ez mi biztos soha nem jutunk el. Nem tudok olyan mondatokat mondani, amelyeket ő mond, ahogy ő fogalmazott, és most hadd mondjam el, hogy de nagyon sokan, de miért, meg hogy? Én imádom, hogy a Pampit Gabó benne. Szerintem is, egy őszintes ember. Emberek, csinálni kell valamit, mert különben mehetünk a csöves hideg Marsra. Ennyi. És hogy ezt... És nem lesz pacak a föld. Tehát, hogy akármilyen kommunikációs igazgatóink, meg munkatársaink vannak, ilyen mondatot ők nem tudnak kitalálni. És az a csatorna sincs meg, és nem tudod hitelesen elmondani. Úgy van. Abszolút. Kitalálhattok még ilyen mondatot. Pedig az fontos lenne, hogy ezek az üzenetek mindenkihez eljussanak, és nem feltétlenül az én iskolás stílusomban. Ugye van ez a titulusod, ez a kampány. Felelős. Felelőse. Hogy igyekszünk ti most mit csináltok a kérdésügyben? Most az elmúlt hónapokban elég sokat foglalkozunk például a földgáz kérdésével. Nagyjából a Európában a szénen már, hogy túl vagyunk. Úgy látszik, hogy előbb-utóbb ez. Németország ugye... Lengyelek.
szóval ott még van gond, de... Európai szinten azért nagyjából ez így, már Németországban is megoldódik, mert ez a történet, Magyarországon is lassan előbb-utóbb meg fog oldódni ez a történet, de a földgáz egy nagyon komoly probléma, mert sokáig úgy tartottuk, mindenki úgy beszélt róla, a politika, a gazdasági és stb., hogy az mégis tisztább, mint a szén, tehát ugye egységnyi termelt kilovattóra villamos energiára, és a fele annyi széndioxid keletkezik, tehát akkor sokkal tisztabb és sokkal jobb, még klíma szempontból is sokkal jobb, mint a szén, és akkor ez egy ilyen átmeneti üzemanyag, amíg át nem térünk a megújulók, hogy milyen jó lesz a szén, a földgáz. De aztán 2010-es évek közepére így feleszmét mindenki, hogy ugye a metánt kivézés mellett kiegyettem a számom, hogy ezzel is foglalkozni kell, nem csak a széndioxiddal, és már ott tartunk, hogy a felmelegedésnek a 25 akár 30%-áért is a metán, tehát az a földgáz a felelős. Mégpedig olyan formában, hogy az elszökik. Valahogy belekerül a levegőbe. Egy jelentős része, ugye tudjuk, hogy a mezőgazdaságból, a fagyott területek felolvadásából, tehát természetes úton, illetve a mezőgazdasági tevékenység, tehát a tehenek, ugye, Mondtam, hogy egy évben a tehén megmondtam. De az energiaiparnál is, ami az érdeke, hogy kitermeljes után elégesse, de a csővezeték két végén rengeteg eltűnik, vagy a menet közben a szállítás során. Ugye már említek, kinyitom a csapot, azt hiszem, mire megtalálom a gyufát, egy csomó elmek például. Türkmenisztán volt, azt hiszem, igen, ahol olyan mennyiségű metán elszökését fedezték fel a világűrből, amelyek, hogyha átszámítjuk széndioxidra, akkor az Egyesült Királyság egy évben kibocsát a széndioxid mennyiségének felel meg, amit ott egy évben elpöfög ott a mezőkön. Azt, hogy Oroszországban mennyi, mire idekezik Európába a gáz, hogy mennyi szökik kell, az, hát vagy elhiszük, vagy nem. Meg akár mindenkinek, hogy elhiszünk, vagy nem, az az érdekes kérdés, hogy nyilván nem csak a CO2-t, a széndioxid, hanem a metánra is az országoknak le kell jelenteni, hogy mennyi szökött el, illetve hogy mennyi származik a különböző tevékenységekből, hulladék, mezőgazdaság, stb. Hát, és a helyzet az, hogy összeadjuk, és akkor lesz valami szám, és akkor megnézzük, hogy a mérések eredmény, hogy tavalyhoz képest idénre mennyivel növekedett a metán mennyiség a légkörben, és sosem jön ki a matek, mert mindig többen lesz a levegőben, mint amit az országok bevallanak. Most két lehetőség van. Vagy az van, hogy nem ismerünk minden forrást, és amit még ismerünk, csak becsüljük, rosszul becsüljük, vagy az, hogy valaki hazudik, vagy hogy mindenki hazudik. És én azt gondolom, hogy a földgáz vezetékeknél az elszivárgás ez egy olyan dolog, hogy nem biztos, hogy ott is minden pontosan tudunk a földgáz, de mondom, ha tömör a földgáz vezeték, akkor akár a mezőnél is lehet probléma. Magyarországon ennek az, és elmentünk megnézni, az a kérdés, hogy mit csinálunk. Elmentünk például megnézni a földgáz tárolókat, már még ezt közel tudtunk menni, és nem kergettek el minket. Egy speciális kamerával, amelyik megmutatja azt, hogy ott éppen a metángáz szökik. Ez láthatatlan, szaktalan, akkor lesz szagos, amikor belekeverik azt a szagosítót, egyébként szaktalan gáz, de vannak ilyen kamerák, amelyek optikai módszerekkel ki tudják mutatni, hogy ott éppen. És akkor vannak szellőzőkémények, amelyek kivizet azért vannak, hogy kiszellőztessék a valamilyen módon fölösleges, valamit oda került metángázt. Ezeknek a döntőtösségén azt látjuk, hogy bizony üzemben van, de találtuk olyat is, hogy hát ott annál a ponton, annál a csőből ott nem kéne jönnie, de mégis jön. Azon kívül láttunk fáklyázást is, ami abból a szempontból jobb, hogy legalább nem a metán szökik el, hanem a széndioxid lesz, miközben elégítik, csak hát tudjuk, hogy közben nagyon sok minden belekerül még a levegőbe, igen. Ráadásul még metán is kerül, mert a égés az nem tökéletes. Igen. Tehát ugye most már az Európai Parlamentnek van egy javaslata arra vonatkozóan, hogy ezt tessék csökkenteni, és ilyen szigorú javaslatok vannak benne, hogy a felfedezéstől, ha találnak egy ilyen szivárgó pontot, mert mint a rozsdás, a cső, és akkor kicsit pöfög, azt mondom, 3 napon belül a felfedezéstől meg kell javítani. Illetve a fáklyázást, a kiszelőzhetés gyakorlatát meg kéne szüntetni. Ezek nem lehetetlen dolgok. Nyilván biztonsági szempontból egy csomó mindenre lehet továbbra is szükség lesz. Oké, oda tudjanak menni dolgozni az emberek, persze, az egy másik kérdés. Csomó mindenre lenne megoldás, csak pénzbe kerül, és ez túl sokba kerül ahhoz képest, mint amennyi gáz elszivárad. De most mennyi gáz szivárog el? Magyarországon a földgázrendszernek a bevallott, akkreditált szivárgási tény nagyságrendileg 1%-a, ami nem tűnik soknak. De 10 milliárd köbméternél az évi 100 millió köbméter gáz szerint, de nagyságrendileg ugye a ilyen 55-60 ezer háztartásnak az éves felhasználása így eltűnik a levegőbe, és azért, mert nincsen semmiféle kényszer a gázvezetik üzemeltetőjén, semmilyen jogszabályi kényszer nincs, mert jogszabálynak megfelel. Gazdasági kényszer nincsen rajta, hogy ezt csökkentse. Üzemelteti Magyarországon a gázvezetékeket? Az FGS Zrt., a földgáz szállító zártécvédesség, azt hiszem, ez a neve, ami a MOL-nak a birtokában. MOL. Jó. Tehát lehet jogszabálya, vagy másmilyen módon érdekelté kell tenni, ez egy magán
kézbelevő döntő. Jó, de erre voltam kérdező, hogy meg elkezdve. Tenni jogszabálya. Európa Parlament most ezt kezdeni. Na, szóval ilyesmikkel foglalkozunk, meg például most is itt vagyok, és igyekszem a hallgatóságot. Meggyőztem, hogy olvassák el az IPCC jelentését. Szép példája a MOL egyébként annak, hogy, hogy milyen kihívásokkal szembesül az állam, ugye, hogy a MOL az egyik legnagyobb fejőstejé Magyarországon, gazdaságilag kiemelt stratégiai csapat. Ne csak a MOL-t és az FDS emeljük ki, ő a vezetékekért felel, a földgáz tárló létesítmények másnak a kezében van. Igen, hogy a MOL csoport a fosszilis művek, vagy a fosszilis energiahordozók teljes kezelésért. Nagyjából. Értem, de hogy akkor szerintem azok is állami kézben vannak, vagy, vagy az államnak termelik a legtöbb bevételt. Vannak a földgáztárlók. Ja, tehát, kicsit úgy érzem, mint amikor a szakszervezeti hatást csináltuk, hogy egyes részterületekről különadásokat lehetett csinálni. Abszolút, persze. Beszélnénk, mert nagy kép még mindig csak olyan, mint hogyha kapizsgálnánk, hogy tulajdonképpen... Hát valószínűleg nem lett nagy képről beszélni, mert beszélned kell Magyarországról, beszélned kell az... Európai Unió, az oroszok, igen, a harmadik világországai. Kínáról, Indiáról, külön-külön valószínűleg mindegyik több órás topik. Ráadásul. De az LNG most tényleg onnan jön, és annak is, igen, tehát kaptuk az évet tavaly a Facebookon, de miért támogatjuk az amerikai LNG-t, nem támogatjuk. Azt mondtam, hogy a probléma, hogy azt mondtam, ugye, hogy előbb van például szivárgás, így is úgy is lesz, ha más nem, akkor biztonsági okból. De egyébként, és ha nincs szivárgás, akkor meg elégetjük. Tehát igazán nem az a kérdés, hogy orosz vagy amerikai gáz, LNG-vel vezeték, hanem az a kérdés, hogy miért használjuk még mindig, hogy meddig akarjuk még használni, miközben tudjuk, hogy ez a klímaválságot okozza, úgy tudjuk, hogy tiszta, nem, sajnos a földgáz sem tiszta, alternatívákat kell keresni nagyon gyorsan, és ezt nem a Greenpeace mondja, hanem olyan emberek, akik a klímának, az éghajlatnak a változásában. Igazából nem keresik el az alternatívákat, nem? Tehát vannak alternatívák, igen, és ott a szél, ott a nap, ott a vízenergia, oké, az első kettőből szerintem az, hogy össze lehetne hozni a dolgot. Tehát, hogy nem keresni kéne, használni kéne őket, nem? Vagy a megoldást kéne keresni, hogy hogyan tudjuk ezeket akkor beépíteni az életünkbe. És a felmerülő technikai, műszaki, gazdasági, társadalmi konfliktusokat ott is kezelni. Igen. Ez nagyon fontos, hogy nincsen olyan megoldás, ami mindenre jó, és olcsóan, és gyorsan, és megoldás. És kompromisszum nélkül. Konfliktus nélkül ilyen nincsen. Mi a small is beautiful, használunk kevesebb energiát, közlekedjünk biciklivel, stb. Ne elektromos autóval, stb. Ebben hiszünk, és abban is hiszünk, hogy ezt viszont meg lehet úgy tenni, hogy azért valójában a komfort fokozatunk nem fog csökkenni. Tehát nem úgy fogunk energiát spórolni, mint az elmúlt télen, hogy így összehúztuk magunkat és vacogtunk egész célen, de cserébe alacsony volt a gázszám, ez nyilván nem fenntartható, hanem olyan módokat kell találni, és erre is vannak technológiák, lehetőségek, és alkalmazni kellene őket, amelyek végül is a komfortfokozatot nem csökkentik. A tudatosságunkat az a lehet változtatni, de azt nem mondjuk majd azért kicsit, hogy nem gondolom, hogy mégsem a dél-amerikai bort veszem meg a boltban, hanem a magyart. Ez mégsem olyan fájdalmas. Na, az szerintem ez népszerű álláspont lehet, de én azt gondolom, hogy azt az ollót, ami most mondjuk egy indiai vagy egy afrikai ország életszínvonal és a fejlett nyugat-európai országok meg az USA életszínvonalak között van, azt igenis közelíteni kéne annak az érdekében, hogy ne csak azért, hogy ők egy kicsit jobban éljenek, de nem baj, hogyha mi egy kicsit rosszabbul élünk, és mondjuk kevesebb energiát használunk, lemondunk dolgokról, amik a kényelmünket szolgálják cserébe azért, hogy mondjuk bizonyos erőforrások eljuthassanak az elmaradott régiókba, és egyébként mi kevesebb energiát használjunk fel. Na, akkor holnap legyél politikus, és próbáld ezt eladni 2 millió szavazó állampolgárnak itt Magyarországon. A hallgatóinak be fogjuk linkelni az összes olyan weboldalt, amikkel mi készülünk. Tovább szorongatnak. Az összes azokat, amiket mi olvastunk. Van nekünk 2 rovatunk, mert hogy áteveznénk a kis rovatunkra. Az első rovat, az refutálásnak hívják, ezt a vendégünknek mondom. Lerántjuk a leplet hülyeségekről, nagyon röviden, amik így el vannak terjedve. Itt mutatok nektek, podcast, megint podcast kompatibilis vagyunk. Ez egy tábla, egy ház oldalán, márványtábla, igen. Békés Csabán van ez a márványtábla, és az van ráírva erre a márványtáblára, hogy minden nemzetnek olyan kormánya van, ami nőt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Van erre a táblára fölírva, és ezt a idézetet Gróf Széchenyi István mondta.
te azt mondod, hogy tulajdonítják. Ez egy komplet tábla, itt ember... Muti! Ez egy igazi tábla, sőt, itt szelfizik is valaki, tehát ezt a táblát... Ez... Jó, ez egy létező tábla. Ez egy létező tábla, de nem KKP tábla. Nem egy vicc, nem egy átverés. Jó, értem. Ők úgy tudják. Szóval, mondott-e ilyet Széchenyi István? Nem. De nem, mert lehet, hogy olyat hozunk ebbe a rovatba, ami az a trükk... Ez a minden nemzetnek igaz. Olyan a kormányon van, amit megérdemel, amit szokták idézni nagyon sokan. Tele van a Facebook, igen. És több ezer megosztás, nem igaz. Széchenyi István nem mondott ilyet. Pedig már majdnem azt mondtam, hogy igaz. Hiába van Békés Csabán erről tábla avatva. Nem igaz. Ez nagyon szeretik ezt idézni. És mi, azt, hogy terjedt el? Azt kinyomoztat, hogy a tábla hogy került oda? Nem tudja, amikor a táblát azt valaki kivésette, azt mit gondolt? Nem, egyszer nem találtam meg, hogy a tábla hogy került oda, és hogy... De szóval az van, hogy ez egy olyan jó 20 éve terjed, ez a mém, vagy nem is tudom, igen, kulturális mém, ez a hiedelem, hogy ilyet mondott Gróf Széchenyi. Hogyha megvizsgáljuk, én mondok olyan idézeteket Széchenyitől, mondok egy rövidet. A szabadságát az ember rendszerét akkor becsüli, amikor már nem szabad, vagy ha szabadságát végtelen áldozatokkal vitta ki. Ez egy igazi Széchenyi idézet, ez is hasonló szövegezés, de mondok egy másikat. Ha azonban a népek rövidlátással vannak megverve, a hatalmon lévők pedig egyenesen vakok, akkor a harmónia megteremtése némiképp bizony meghaladja az emberi erőt, s ilyenkor dönt a véletlen, a világszellem, a magasabb fény, a fátum, az Isten. Tehát, mint hogyha ennek a szóhasználata, a stílusa, az tényleg ilyen 19. századi lenne. Széchenyi már eleve nem mutatott olyanokat, amik itt ebben benne vannak. Nem tudom, szóval, hogy egyszerűen nem honnan jön ez az idézet. Ez egy francia filozófus és konzervatív katolikus gondolkodó levelében írta le először 1700-as évek végén, de csak az első mondatot, ami úgy hangzik, hogy tout nation à la gouvernement quel mérité, tehát hogy minden nemzet olyan kormány kap, amit megérdemel, de ő nem folytatta, tehát nem innen van. Ez egy fikciós szöveg, egy Surányi Miklós, én még soha nem hallottam róla, ő írt le egy fikciós irodalmi műben, ahol levelezik Széchenyi István egy jó barátjával, és a jó barát ezt a levelet írt a Széchenyinek. Tehát ez innen van. Wow. 1920-valamányban jelent meg ez az irodalmi mű. Tehát ez egy fikciós irodalmi mű. Valamikor a 90-es évek végén ezt fölkapták, és azóta terjed. És megállíthatatlanul terjed, olyannyira terjed, hogy Jussz Lászlótól kezdve egy csomóan megosztották ezt. Asperen György, aki egy ismert ilyen irodalmi figura, konzervatív figura, ő kikelve habzó szájjal írt cikket, hogy Széchenyi István kerüljön ki a magyar közgondolkodásból, aki így mer beszélni a saját nemzetéről, és tényleg hosszan sorolhatnám, hogy mennyi ember hiszi el ezt a mai napig, hogy ezt mondta. Nem. De időről időre feltűnik a közösségi médiákban. Ezért hoztam. Az Instagramtól, a Facebookon, a Redditen, meg nem tudom én hol, tehát hogy mindenhol feltűnik. Én már egyszer olvastam ennek a cáfolatát. De hallgatóknak szól ez a rovat. De igen, én már egyszer ezzel találkoztam, hogy ezt tudom. Nagyon jó barátom, tehát én rákeresem az idézetre a Facebookon, és több nagyon jó barátom is kidobta, hogy ő ezt így megosztotta. Egyébként ön is Tim Sában stimmelhet, tehát hogy az ember kétlekedése nehezen ébredt föl. Na, ilyen rovatunk van, hogy a népszerű hülyeségekről megpróbáljuk lerenteni a leplet. És az utolsó rovatunk, veled kezdjük, egy meghívott vendéggel. Mindig ajánlunk podcastokat a hallgatóinak. Te ajánlanál lesz. Szoktál a podcastokat hallgatni? És ha igen, akkor ajánlanál-e valami podcastot a hallgatóinknak? Van-e a Greenpeace-nek podcastja? Fogalmazunk finoman úgy, hogy inkább szerepelni szoktam podcastokban, mint hallgatni őket, viszont van, most már van, egy jó hosszú adósságunk ez, most már van egy Zöld Bolygó nevű podcastunk, aminek már egy adása már volt, és egyébként pont celebitásokkal beszélgettünk természetvédelemről az első adásban. Zsuzsai Potyatya, azt mondja, hogy kell. És várom, hogy szerint is olvasod, mert előbb is te hoztad be. Csobot Adél, Pampit Gabó, miért vonzódunk a természethez? Elég erős line-up-on indul a podcastator, szerintem, igen. És a földnapja alkalmából indult el, úgyhogy húzzatok bele, mert április 22-ben nagyon régen volt.
És igen, azóta és nem jött ki új adás. Ki a következő adás. Okay. És csak izgulunk, próbálunk reklámot csinálok. Hogy kik a meghívott. Nagyon izgalmas meghívott vendége. Figyelj, legalább egy hét, mert összevágjuk, tehát lehet, hogy eddigra kijön. Lehet, nem tudom, hogy mikor fog megjelenni, és hol tehát a dolog, de most már érdemes lesz kattintani? Érdemes lesz kattintani, és én is fogok majd valamikor szerepelni. Király. Amikor ezt már a kommunikációs igazgatónk már mondta, hogy nekem is mindenképpen. Általában az a feladás, hogy egy Greenpeace munkatárs két külső arca beszélget. Aha. Igen, ilyen kérdésről. Nekem van egy, nagyon kevés idő van mostanában, de így beleszaladtam egy ilyen podcastba, aminek az a neve, hogy Kapod. Ez a Kovács András Péter. Én is megtaláltam most is. Kovács András Péter stand-up komedista és humorista podcastja, amiben mindenféle emberekkel beszélget, akik viszonylag, hát úgy mondanám, hogy nagyjából híresek, tehát hogy zenészek. Szerintem csak mi nem ismerjük őket, mert öregek vagyunk, most de nagyon most híresek. Most sértettél vérig egy csomó embert. Én ezzel nem akartam vérig sérteni. Akkor úgy mondom, hogy nem celebekkel, vagy nem csak celebekkel. Tehát vannak itt sportolók, olimpiai bajnokok, zenészek, színészek, nagyon sok professzor, tudományos munkatárs, és tudom, hogy micsoda. Én mostanában fedeztem fel, elég élvezetes hallgatni. Most nyári szünetre vonul, de pont ma jött ki egy adásra a Kerti Pajtik címmel, amikor a saját kertjében a barátaival pizzát süt, és akközben beszélget. Tehát, hogy nekem ő az új felfedezésem. Az a podcast neve, hogy Kapod, és Kovács András Péter, stand-up comedy. Nektek van valami új felfedezésetek, amiket ajánlátok a hallgatóinknak? Sajnos, rácok, nekem most nincsenek új élményeim podcast ügyben. Nekem vannak, mert nyár van, és ha nyár van, akkor én kim vagyok a kertbe. Ugye, gondozni kell a kis állományomat, úgyhogy nagyon-nagyon sok podcastot hallgattok. Kádár Anna Máriának és Vörös Istvánnak van az És boldogan éltek című podcastja, ami pszichológiai témákkal foglalkozik, de a nők szeretnek agyalni, úgyhogy nekem ez pont passzol az élet. A férfiak azok buták, a nők meg így van, agyalni. Így van. Nem, de szerintem kevesebb férfi hallgat pszichológiai podcastot, mint nő, az a megélésem, de lehet, hogy tévedek, és nem azért, mert butábbak, vagy emocionális, nem annyira. A Kovács András Péternél is elég sok ilyen pszichológiai témára. Abszolút, igen. Szóval például a mérgező szülőkről, szorongó gyerekekről, megszégyenítésről, kiégésről, bármiről van szó. Tehát, hogy az élet több területébe merít, nem csak párkapcsolat, nem csak szülő-gyerek kapcsolat, hanem körbejárják az élet minden területét, és szerintem nagyon izgalmas és érdekes módon. Hát kertészkedés az ideális, azt kell, hogy mondjam. Azt akartam csak mondani, hogy nem tudom, hogy elmondtuk-e hallgatóknak, hogy a Zsuzsa közben őstermelő lett. Zsuzsa őstermelő lett, igen. Igen, őstermelő lett. Hatalmas biogazdálkodásba kezdett, és őstermelő lett, a piacon lehet vele találkozni. Melyik piacon? Nem itt Budapesten. Nem itt Budapesten. Nem, pedig kaptam felkérést, hogy menjek valahova a belvárosba árulni, de mondtam, hogy azért annyira nem vagyok elhivatott, hogy reggel 6-ra bezötyögjek a kis terményeimmel, úgyhogy Szentendrei szigeten árulok, és nem bio, hanem vegyszermentes, mert bionak nem nevezhetem, mert nincsen papírom róla, de a növényeimet azt csak locsolom, és a nap érleli, úgyhogy azt hiszem, hogy... Csináljuk majd egy adást, hogy értetek benne, közben kérdezkedsz? Abszolút. Abszolút, és elindult az Insta oldala is, ami a... Jó, nem akarok önreklámot csinálni. Igen, magánzóba. Nem, de nagyon büszke vagyok, mert a répák nagyon jól sikerültek, mindjárt az első két uborkát már leszedtem, jön hamarosan a paradicsom, a paradicsom, meg az uborka, vagyis a paprika, úgyhogy ez a jövő. És a spárgád az pedig világhíres a Facebookon. Így van, a spárgád pedig világhíres, úgyhogy mondom nektek, elveszi a GPT vagy az AI a munkátokat, de kapálni én még mindig fogok. Ha kérni. Valaki, akkor te lerövidítetted a szállítási láncokat. Én múlt héten használt kidobásra ítélt falapokból építettem otthon lépcsőt, szóval én nekem is az AI után lesz munkám. Ugye nem arról szól, hogy mennyire vagyunk zöldek, csak erre én büszke vagyok a kis kertemre. Én nekem kettő új podcast van, amit megint felfedeztem és ajánlanék a hallgatóinknak.
Az egyik egy tök régi egyébként, csak most jutottam odáig, hogy behozzam ide is anyájunkat, csak a Laborality-nak hívják őket. Szerintem posztoltam a Facebookon is róla, elképesztő, a csávó, miközben főzte paprikás krumplit, fölhívta egy átverős ember, aki arra hajt, hogy kiszedje belőled a banki adataidat, és megad neki, és akkor utána kifosszon téged a vagyonodból. És a csávó nem küldte el, hanem végigbeszéltette, tehát egy 30-35 perc a podcast, és a végén lebuktatta magát, és akkor ilyen nekiállt ilyen tanácsokat kérni, mert kiderült, hogy tulajdonképpen biztonsági szakemberrel beszél, miközben ő főzi a paprikás krumplit, és nekiállt a scammer, tehát az átverő ember így tanácsokat kérni ettől a biztonsági szakembert, hogy oké, de tulajdonképpen az androidos telefonnál, vagy nem az iPhone-nál van gondja, hogy nem tud belépni, és nem tudja átvenni az iPhone fölött, hogy ő akkor mit ajánl, hogy hogyan kész, szóval nagyon, nagyon abszurd az egész, és neki kell panaszkodni, hogy milyen nehézségekkel küzd egyébként, amikor embereket át akar verni, de például kiderül olyan a podcastban, hogy 10-ből 8 embernél beválik az a séma, amit ő kifejlesztett 2-3 év alatt, tehát 2-3 évig dolgozott azon, hogy ez a sémát kifejlesz-e, és 10-ből 8-nál beválik. Tehát nagyon durva, mindenkinek ajánlom ezt a Laborality adás is ezen keresztül a Laborality podcastot, mert nagyon durva, ami zajlik mostanában egyébként az átverések frontján. Ez az egyik, amit hozok, a másik, imádni fogjátok a címét, Kemény férfiak. Mesélj. Kemény férfiak, 80-as évekbeli... Bodybuilderek? Nem, 80-as évekbeli akciófilmeket elemeznek. Tehát a Kommandó, meg ezek nem tudom mondani, de ezek a VHS korszakból, ezek a klasszikusok, Terminátor. A Rambo jutottam meg a Terminátorig, igen. Ezeket a filmeket, két esztéta, a Vostri Ferenc az egyik, én beleszerettem a címébe. Meg kell mondjam, és egyébként... Mert szeretnél kemény férfi lenni, aki a világot legyőzi. Így van, és a Terminátoros adást végighallgattam, zseniális, nagyon sokat röhögtem, úgyhogy ajánlom minden hallgatónknak a kemény férfiakat. Feltétlenül. Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, hogy ideig voltatok velünk. Köszönjük a vendégünknek, hogy eljött. Pergel András, a Greenpeace-től volt a vendégünk, és úgy érzem, hogy csak karcolgattuk a klímaváltozás témakörét, amelyet nem lehet egy óra, 10 percben végigbeszélni, de pont ezért a show notes-ba berakunk rengeteg linket, és legyetek tudatosabbak. Rágjátok át magatokat, sok linket. Nekem az jutott meg eszembe, hogy lehet, hogy egyszer a következő évadban egy kicsit konkrétabb, és tehát valami olyan adást, ami egy kicsit konkrétabban arról szólt, hogy mi mint egyének esetleg mit tudunk tenni, illetve mivel tudunk ez az egészhez hozzájárulni. Most nem csak arról beszélek, hogy tömegközlekedéssel járjunk, biciklizünk, hanem esetleg hogyan tudjuk edukálni a környezetünket, hogyan tudunk hatni a politikusainkra. Tehát, hogy inkább el tudnék egy ilyen adást is kérni, ahol egy kicsit erről akár a hallgatóinknak a segítséget adva. Illetőleg akkor esetleg egy adást szentelni arról, ami most már egyre inkább fölmerül, hogy oké, megállítanátok a klímaválságot, de adaptálódni tudunk, tehát deep adaptation felé kéne ellépni, illetőleg az, hogy tulajdonképpen a rendszer rossz, tehát nem növekedni kéne, hiszen egy nem végtelen erőforrásra rendelkező rendszerben nem lehet végtelen ideig növekedni, szóval, hogy lehet, hogy erre ezekről kéne beszélni. Én meg a következő adásban mindenkit beavatok a kiwi termesztés szépségeibe, ha már a klímaváltozásról van szó. Mit növény? Így van. A Szentendrészigeten. Abszolút. Ezzel búcsúzunk. A homokosom. Sziasztok. Köszönjük szépen, hogy voltatok velünk. Sziasztok. Sziasztok. Hello. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. You all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood, with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
are doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight. You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. And change is coming. The world is waking up. Whether you like it or not. Right here, right now. Right here, right now. Right here, right now. Right here, where we draw the line. Right here, right now. Right here, right now. Right here, right now. The world is waking up.